Attilával visszatérni a, ugye a szombatra, de csak olyan formában, hogy amit én adtam is címet, hogy hogyan tovább. Félreértés tisztázva nekem, meg senkinek itt nem az a, hogy azt próbáljuk mindenkibe elültetni, hogy féljél, meg kilástalan, és örülök, hogy ez ma, a mai előadásban is itt pont Paksi Zoltánnak köszönhetően kiderült, hogy tök mindegy, hogy te mit hallasz, mit mondasz, benned születik meg a döntés. Hát az a döntés, az pedig nem lehet más. Én kívül szeretnék maradni abból a történetből, amit éppen bárhol hallok, vagy bármit szeretnének rám szánni, bármilyen gondoskodást, hogy az elmúlt éveknek az öröméből, őrületéből sikeresen megtapasztaltuk, hogy azért bölcsebb volt csöndbe maradni és magamba hallgatni, magamra hallgatni, azaz a megérzéseitekre, a sugallataitokra, intuíciótokra, ki melyiket szereti hallani. Viszont azt tudni kell, hogy folyamatosan lesznek azok a dolgok, hogy hát ez még nincs így vége, ez nem lesz, meg az nem lesz. Én azt gondolom, hogy nem azért születtünk le a Földre, hogy azt keressük, hogy mitől nem jó, hanem azért, hogy tapasztaljunk. Most a megtapasztalásnak van egy hozománya, a bölcsesség. Ehhez viszont idő kell. Nem csak a korban, hanem a mérlegelésben is, annak a magadban való megérlelésnek is. Én tudom, hogy nagyon komoly dolgokat hallgattunk tegnap, azt is tudom, hogy minden szavával egyet tudtam érteni, mert igaz volt. Viszont ott volt a végén az a nagyon-nagyon fontos felismerés, hogy semmi nem tud hatni rád jobban, mint a saját magaddal szembefordulás, hogy nincs nekem semmire értelmem, ennyi, föladom. Nem így van. Én egész biztos vagyok abban, hogy minden dolog támogatott magasabb férákról, ha te belül is ezt kezdeményezed. És te se azt mondod, hogy te nem törődsz már semmivel, mert akkor ugye nagyon sokan, nekem például nagyon sokan írják, hogy hát hogy fognak segíteni azok a lények, meg a különböző életformák. Hát én azt mondom, ha te eleve úgy állsz hozzá, hogy nincs értelme, akkor neked minek segítsen. Nekem meg az az éleményem, hogy minden olyan próbálkozás, ami a megérzésemmel, vagy a, inkább mondjuk azt, hogy a józan paraszt észre szembe megy, azt igenis vedd figyelembe, hogy annak te vagy az egyensúlya. Mert hogyha hagyjuk magunkat félelembe tartani, már pedig itt ez a cél, és ez a jól irányult szándék is lehet érezni, hogy az a cél, hogy soha semmiben ne legyél biztos, csak abban, amit te hallasz. Én meg azt mondom, hogy csak abban lesz biztos, amit érzel. És ha csak a félelmet akarjuk megérezni, akkor biztos lehet benne, hogy hatni fog rád. Én is ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ez egy olyan kiemelkedő korszak lesz most, meg már az is, szerintem már több ezer éve ez tart, és nem több ezer éve nem látom, hogy az emberiség ebből tanult volna, hanem belekerült még mélyebben, még mélyebben, még mélyebben abba a hibába, hogy hagyta, hogy majd ő neki megmondják, hogy hogyan tovább. Na most ez a megmondja, hogyan tovább, ez láthatjuk, hova vezetett, most is ugyanott vagyunk, csak jött hozzá egy hozomány, a technológia. Most ez a technológia, amit mindenki tudja, elég hamar bevetésre kerül, akár egy kisgyereknél is. És nyilvánvaló, miután azért ezek kifinomult gondoskodással tervezik meg, hogy mi hogyan, ezt a technológiát úgy tervezik meg, hogy a legfogékonyabb korosztály gyorsan erre rákapjon, illetve rá is szoktassa magát. Én is azt mondom, ha 7-8-10 éves gyerektől baromira el kéne venni ezeket a gépeket. Baromira el kéne venni, és valóban hallhattuk tegnap, hogy akik a kezdetbe adják, azok 10-valahány éves korukig nem engedik a közelébe se a saját gyerekeket. És nem azért, mert nem tudják, hogy használni, hanem mert pontosan tudják, hogy deformitást fog okozni a gondolkodásba. Mert az, ha tetszik, ha nem, abba az irányba fog vinni, ami először a szórakoztató rész, utána a megszokás rész, és onnantól zsákutca.
És hát ezt láthatjuk. Én miért tartom fontosnak, hogy viszont ezeket ismerjük? Mert a legnagyobb probléma tengerbe, tehát itt azért van bőven belőle, igenis ott van benned az a túlélési ösztön, az a fajta tudás, amit esetleg nem ismer föl valaki, vagy nagyon mélyen elzárták, meg gondosan el vannak ezek zárva, de mégis amikor eljöttök találkozókra, vagy elmentek bárhova előadást hallgatni, vagy bármit elolvasni, vagy megnézni, akkor mégiscsak az kerül elő, hogy valami a tudás, a kíváncsiság oda vezet, hogy valamire kíváncsi lenni, mert valami érdekel. Ami érdekel, az azt jelenti, hogy az benned van. Az igény az, hogy te benne meg akarsz valamit ismerni, hallgatni, az nem másról szól, hogy az ős emlékezet ott van. És ugye nem győzöm emlegetni ezt, hogy ne azt, azért nem is szóltam meg most közben a Zolinál se, hogy nem az a fontos, és ez nagyon-nagyon fontos üzenetem, nem az a fontos, hogy most azt keresd baromira, hogy te ki voltál, mert megtudhatod, de ezzel te most jobb vagy. Hát te azt fogod tudni, hogy te egy olyan entitás voltál, hogy szinte mindent ismertél, akkor a te mostani képességeden ez segíteni fog? Akkor te mostani tudásodat előbbre viszi? Nem, megállít, mert azon gondolkozol, hogy várjál, akkor mit csináltam, és tuti nem tud semmit. Tuti. És tényleg igaz, hogy nem véletlenül veszik le, nem véletlenül úgynevezett lezáráson, de nem letörlik, hanem megállítják azt. És ez fontos. Nem veszik el senkitől a tudást, hiszen amikor innen ezt befejezzük, akkor minden ugyanúgy vissza lehet szadva, és ugyanaz a bizonyos idővonalon te mindent vissza fogsz látni. Azt is, hogy töltöttük ezt az időt. És ezért, nekem sokszor elmondták, hogy ki vagyok, meg jó. De én ettől még nem lettem arrébb. Maximum arra tudod használni, ha tudod annak a súlyát, akkor még nagyobb alázattal kezeled. Akkor még nagyobb tisztelettel fordulsz, de nem használod ki. Tehát nem kezd, és itt jön, amiért én óvok mindenkit ebbe az előző élet, meg jövőbeni élet, az, hogy rohadtul tele van tolva a világ az egóval. Minden az egó az elmén keresztül közelít meg. Amiből nekem hasznom van, előnyöm van, vagy kiváltságom van, vagy én ki tudok tűnni, az nekem baromi jó. Az mehet, azt toljuk, azt hallgatjuk. De esetleg olyan, na de hát azt melyik korban élted? Mitől lettél az, aki voltál? Azért, hogy olyan korban voltál, akkor az a minőség nagyon jelen volt. Hát ma, kérdezem tőletek, jelen van ma az a minőség, amit több évszázada, több évezrede, tízezre, százezre, millió éve jelen volt, ott volt. Hát nem baj, ha valaki megtudja, nem baj, ha valaki ezt megérzi, csak egyetlen egy dolgot kell hozzátenni, de azt nagyon gyorsan. Hogy ebben neked most mi lesz az, amiben segít. Mert hogy semmi, mert mindent el van tolva, pontosan azon a médián keresztül, ami soha nem kell neked megmondani, ha te valamilyen nagyon komoly entitás voltál, nem is utal rá, hogy létezett. Hát nem is mondja el az idővonalon, hogy az az entitás 6000 éven túl nem is mer mondani. Hát most gondolod, de te azt fogod mondani, hogy te egy olyan valaki voltál, aki így milliókig, vagy hány millió életed volt. Hát hogy akarod megérteni azt, amikor ma a tudomány is, meg a média is csak azt sugallja, hogy 6000 év? Hát hogy teljesen olyan abszurd helyzetbe lehet kerülni, hogy a végén nem saját magadat hiszed nevetségesnek, hogyha te ezt neked mondja valaki, hát az hülyeség, hát az nem lehet. Higgyétek el, az elme program így működik. Rendkívül sok ma az az előadás, rendkívül sok ma az az írás, ami rohadtul az elme programról. Először szétfényez, fölkelti a kíváncsiságodat, szétfényez téged, és amikor már mindenben benne vagy, belecsúszol abba, hogy el is hiszed, hogy te neked már megvan az a helyed. De közben meg, ha utána akarnál keresni, hát egy oldalt nem találsz arról a korról. Hát hiába mondják, hogy te voltál az ős Nimródunknak a jobb keze, amikor az ős Nimródot azt se tudják megmondani, hogy mikori, illetve nem hajlandók elmondani azt, hogy 650 ezer évesnek vagy a jobb keze. De 650 ezer éves Nimródnak te tudod ma a dolgait?
Hát persze, hogy nem tudod, mert megszületésed pillanatában az meg van állítva. És nem törölték. Itt ez egy nagyon nagy félreértés, ha azt hiszi valaki, hogy neki törölték az előző dolgait. Nem törölték, csak a jelenlegi életszakaszodnak nincs fontos szerepe. Nincs. Akkor lesz majd fontos szerepe, ha nem ezt keresed, de önmagad az utadon rátalálsz. Például elkezdik keresgélni olyan témákba, elkezde olyan dolgokat figyelni, olyan előadásokat hallgatni, olyan helyekre mászkálni, és itt nagyon fontos, hogy olyan helyekre mászkálni, ami benned, ha tetszik, ha nem, kivált egy figyelést. Az a figyelés az nem más, mint el akarsz menni oda egyre többször, egyre érdekesebb, egyre többet tartózkodsz azon a helyen. És abban a pillanatban rá fogsz jönni, hogy te sokkal több vagy, mint amennyinek ma téged be akarnak állítani. Én ezért óvok mindenkit ebbe az előző élettől, mert jelenleg ennek lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő neki van értelme, csak mondja el nekem, hogy mibe lesz ő neki, mibe segíti majd a környezet, ha nekem azt fogják mondani, hogy én galaxisokat, meg univerzumokat teremtettem. Mondd már el nekem, ezt nekem elmondják, és akkor én most holnap itt kimegyek itt valahova, akkor mit kezdek vele? Hát nincs most meg hozzá az a környezet, nincs meg hozzá most az a lehetőség, mert ez a világ nem azt akarja bemutatni, hanem azt akarja bemutatni, hogy hát én nem sötétnek hívom, hanem inkább azt mondom, hogy a legjobban a képességeidet elvéve a legnagyobb erőpróbát igényel tőled, hogy kutasd meg az ősiségedet. De az nem az, hogy te ki voltál, hanem fedezd föl önmagad. És ha meg fölfedezed önmagad, akkor nem tudsz félni. És amikor azt mondtam tegnap is, hogy amikor mindenki tudja, és ott van már mindenkibe benne az, már itt nincs olyan ember, aki ne tudná azt, hogy egy örökéletű szellem és lélek, akkor hogy tud félni attól, amit ömt rá a média? Hogy tud? Hogy tud félni tőle? Úgy, hogy addig programozom, hogy az agyon programozott elmémet csak erre figyeltetem, ez működik, és be is szarok. És elfelejtem azt, hogy várjál, az alapképlet az, hogy te igazából egy halhatatlan vagy. Hát ha halhatatlan vagy, akkor ez nem véletlenül pont azért van betéve, hogy ezt a képességedet az ős emlékezetből is kivegyék tőled. Úgy is vissza fogod kapni, mert amikor akármennyi koktél a henterek ma valaki, akármilyen idiótán él, akkor is vissza fogja kapni majd az összes emlékét, de ez is benne lesz, hogy ez egy szép mutatvány volt. Nagyon-nagyon sok nagy képességű van leszületve, nagyon-nagyon sok komoly entitás van leszületve, és nagyon-nagyon sok nagy képességű bukik el. Nagyon sok. Az első számú a bukó, az ma a pénz. A hatalom. Érted? Teljesen mindegy, hogy honnan közelítem meg, mert a képességedet abban a pillanatban átváltod. És onnantól, ha te ezt átváltod abba bármelyik változatába, onnantól átmész szépen arra a területre, ahol már az az energia kell, ami már nem a te dolgod lesz. És ebből van az, hogy beparázás van, bepánikolás van, kilátástalanság van, és teljesen örömmel hallottam azt, hogy adott esetben pár ember is elég lenne ahhoz, hogy bizonyos dolgok megváltozzanak. Én nem megyek bele ilyen, hogy hány ember, én nem akarok belemenni. Én azt mondtam tegnap is, hogy egy közösségi életben, és aki régen ide jártok, pontosan tudjátok, én évek óta azt mondom, hogy 500 alatt nem lehet közösséget csinálni, az nem közösség, az egy jó szomszédi viszony, jó el lehet beszélgetni, de igazából nem tudsz komoly dolgot fölmutatni. És akkor még mindig nincs meg az megoldva, hogy teljesen le tudsz-e válni a rendszerről. Én szerintem teljesen leválni nem kell egy rendszerről, olyan értelemben, hogy mindent kidobsz. Mert ha ez így van, akkor megkérdezem mindenkitől, ha nincs meg a képességet, hogy te telepatikusan tudják kommunikálni mindenkivel. Kidobom a mobiltelefont, hogy fogsz beszélni? De van egy mobiltelefon, de nem akarod használni, amit most a jelenlegi világ ad neked. Hogy fogod föltölteni?
hogy fogod használni? Erre mondtam azt a legszélsőséget. Mi van, ha elhúny valaki? Mi van akkor? Ez a alapkérdések. Nem csak abból induljunk, hogy minden holnap is ugyanolyan. Persze. De mi van, amikor vannak bizonyos változások? Nem véletlenül, hogy hány ezer évbe került annak az erőnek, hogy eljutassa ide az emberiséget, és esély már holnapra ment. Nem így megy. Ez nem így megy. Azért tudom biztosan mondani, hogy sokkal-sokkal hamarabb magára tud találni az emberiség, mert mindenkiben ott van az, aki. Ezt az akit kell megérteni. Hát te tudod, hogy ki vagy, miért születtél a Földre, és mi az életfeladatod, akkor az neked nem 6000 év. Ha te ezt akkor tudod, akkor onnantól te befejezel minden olyan, ami a félelem irányába tologat téged. És valóban kerülöd azokat a mutatványokat, ahol betolsz neked egy posztot, és nézd meg, ez lesz, meg ez lesz. Mert ha te tudod, hogy ki vagy, akkor ez nem az utad. Ha nem az utad, akkor ezt te most miért űzöd? Miért űzöd? És ezért van szerepe annak, és én nem hóborként magyarázom, hogy nem az előző élet, meg jövőbeli élet világá illúziójába kell lenni, mert az megtörtént, meg is fog történni, akár hiszel benne, akár nem, az megtörtént, meg is fog történni, mert ami megvan neked írva, az neked meg is fog történni. Ami meg viszont az, amit a te saját szándékaid szerint hív szabad akaratnak, hogy akarok, meg fogsz tenni, mert azt hívjuk karmának, az még be lesz toldva. Tehát akkor is meg fog töltődni az a jövőbeli dolog, csak kicsit később, mert kicsit karmát meg kéne oldani. Hát itt most rendesen a mai világ rendesen tolta be a karmát, és azért akik ezt most oldalkozták, azért hát nem cserélnék egyikkel se, teljesen mindegy, milyen szinten van. Tehát akkor is meg fog vele történni, aminek meg kell vele történni. És nem azért, mert akkor fölösleges élni, nem. Az a te indulásod pillanatától van egy teljes kifejlődési lehetőség. És ez a kifejlődési lehetőség, ez egy mérhetetlen, te felbecsületen értékű megtapasztalás sorozatnak a lehetőséged. Kérdés, hogy ebben ma hol a helyünk? Ha ma azt kellene mondani, hogy tudsz-e mondani, még csak annyit mondom, 50 olyan embert, akivel te már szívesen lennél közösségben belül is, akkor te eljutottál valahova. Akkor te eljutottál valahova. Ne a szomszédairól beszélj, ne a rokonokról beszélsz, mert annak a fele, már jó eset, én azt mondom, hogy jelentősebb esete, nem az, hanem melléd rendelte az élet. De igazából csak az etikett tart össze, meg az elvárások, meg az udvarias körök. De igazából nagyon sok mondani valótok egymásnak nincs. Olyanokat mondjál, hogy 50-et, akit sajnálsz, amikor nem látod. Én azért vagyunk ebbe a dologba, hogy meg tudjam határozni, hogy ki az, akit szívesen fog látni. Megmondom nektek őszintén, nagyságrendet többet tudok megmondani. Mint 50. Hát nevetsz, nagyságrendekkel. Én már most tudom. És nem számít, hogy adott esetben éppen most van, vagy nincs itt, majd jön, de pontosan benne van, bele el van téve a fejedbe, hogy ő igen. Mert az élet helyzete olyan, hogy elszorította valami. Távol van, nem tud járni, vagy olyan történt a környezetében. Miért nem tud járni? Nem ez számít. Mindig az a valaki, az a lélek számít. És ő, mint olyan, azt tudom mondani, hogy ő igen. A kérdés, hogy mindenki tud-e mondani, 50-et. Hát szerintem van még 10-et se. Van, aki 5-öt se. És rögtön ki fogod szűrni a családtagokat, hogy nem az. Rá fogsz szűrni, mert nem akarod megtartani, hanem azért, mert nem fér bele abba a képbe, amit akkor úgy érzel, hogy de jó. Mert úgy látod a családtagai részét, hogy egy kolonsz nyűg a nyakadon. El kell tartani, elvárások vannak. Ugye legutóbbi videóban pont ezt érintettem, hogy én például azonnal megszüntetném, mert ez egy rendkívül rossz családtörvény, az örökösödést. Azonnal megszüntetném. Mit örökölsz, amikor nem csináltál semmit? Ez az örökösödési törvény csinálta, hogy a fiatalok ma impotens
semmire kellő életet tudnak élni, mert ott van a szülő, akit majd le lehet kaszálni. Értitek? És joga lesz majd odaállni, hogyha annak a szülőnek vagy lesz egy baja, hogy de nekem jár. Mi jár neked? Hát nem tettél semmit. Ezt azért hozták létre, mert el akarta az a világ terelni magáról a felelősséget, hogy neki kell majd megoldani, amely pontosan ezt a törvényt megszavazta, hogy legyen így, illetve eléterjesztette fékegyelmű emberek elé, akik nem is gondolják végig mindent, mint a gép szavaz, viszont hozománya az, hogy kitermeltünk egy olyan korosztályt, amit ha megnézel, akkor azt fogod látni, és ha tetszik, ha nem megsértődhet. Azt látod, hogy csak a bulizó helyeken vannak, csak kütyüzés van, igazából az élethez nem fog hozzászólni, nem is érdekli az, hogy ő milyen nemzetek a tagja, vagy hova született, az aztán meg végképpen érdekli. De neki jár, és az a jár, ez törvény is adja majd. Jogszabály egy törvényi keretetet csinálta. Most gondoljátok el, hogy ha nem lenne ilyen, hanem mindenkinek, ahogy annak, aki megteremtette, neki is ez lenne a feladat, hogy meg kellene. Abból lesz egy tradíció. Hol látsz te ma tradíciót? Hol látsz ma tradíciót? Igazi probléma az, hogy már a gyerekekben nem látod meg. És akkor még hol beszélsz az unokáról? Hát nézzétek meg. Hát az oktatás az nem véletlen olyan állapotban, amilyen van. Nem a tanárt kell szírni, hanem maga, amit muszáj adjon. És ezt szépen alátámogatják olyan törvényekkel, olyan lehetőségekkel, hogy a gyereket elhitetik az, hogy neki elég volt megszületni, és nem is kell semmit tenni, majd jár nekem ennyi, meg annyi, és meghigyétek el, nem hülyeség, majd meglátjátok, hogy ha ez nem változik meg, eljutunk ott, hogy a gyerek alig várja, hogy már kipattanjon, hogy az örökös helyébe lépjen, hogy átvegye a jussát. Nekik ez egy tolvonás, el kéne szüntetni. Egy tolvonásra kell megszüntetni. És nem azért, mert megtagadod a gyereket, hanem nem tudod rávírni arra, hogy mit jelent felelősséggel gondolkodni, dolgozni, tenni, alkotni, teremteni. Ezek a gyerekek az életben nem fognak teremteni. Hiába lesz 6 nyelvvizsgája, hiába lesz 6 diplomája, akkor is olyan lesz, hogy az élet, ha egy olyan pillanatában, amikor egy nehézség van, életképtelen. Akkor rögtön apa-anyja van. Akkor apa-anyja. És az odalévő út? Alapjában pont a családokon lehet először megvalósítani azt, hogy erős közösség, de ezt a családot nagyon gondolja mindenki át, és én nem véletlen adtam a videónak azt a címet, hogy egyedül vagy magányosan, mert olyan szinten társas magányban élnek az emberek, hogy amikor megnézed egy közösségbe, és meghallgatnék mindenkit, hát elég magas az a szám, ahol azt mondhatja, hogy hazamegy, és nem tud miről beszélgetni. Mert két világ nyílik meg. Hát egy helyen laknak. Két világ nyílik meg. És akkor még nem beszélt a többi tagról. Az meg sem érdekli semmi. Az meg megint nem. Hát akkor csodálkozzunk, hogy egy olyan korszakában vagyunk, ahol jobb nem beszélni, hogy mi várható. Hát persze, hogy bármit csinálhatnak vele. Persze, hogy azt lehet mondani, hogy hát micsoda kegyetlen világ ez. Nem, hát a világ lehet, hogy kegyetlen, de meg is kéne tanítani valamit arra, amitől kegyetlenné vált, mert nem ilyen volt. Hát itt jön mindig vissza, hogy nézd már meg, hogy milyen volt. És ezért mondtam el, és ezért örülök, amikor hallgatok olyan előadókat, akik el tudnak mondani mélységeket, be tudnak szaratni, be tudnak paráztatni. De igazából nincs okod. De nincs okod. Mert te csak saját magadért felelsz. De ha te magadért nem tudsz felelni, akkor hogy felelhetsz a rád bizott környezettel, emberekkel, egyéb dolgokkal? Csak saját magadért felelsz. Senki másért. Csak saját magadat tudod meggyógyítani, senki nem gyógyít meg itt senkit. Ez egy hótság, hogy itt meggyógyítva valakit. Nem, ha te nem akarsz meggyógyítani, akkor itt akárki állhat, itt Jézus is állhat, mindenki állhat, senki nem fog meggyógyulni. Ő azt mondja, hogy ő így, neki ez így jó, hogy tudod, hogy szokták mondani, hogy úgy jó minden, ahogy van, hát basszus, hát úgy jó minden, ahogy van, akkor gyógyul meg magad. Hát én sem tudtad meggyógyulni. Mindenki magának kell ezt az utat kijárja. A társadalom nem segít ebbe. A környezet nem akar ebbe részt venni. És látom,
ebbe az irányba is motiválódnak az emberek, hogy hát majd megoldja majd a vezetés. Hát a vezetés se tudja megoldani, mert őt is vezetik. És akkor a következő. Mégiscsak visszaszáll az egész az egyénre. És az egyénre visszaszáll abban a pillanatban, előkerül az egyéni felelősséged. Csak egy ideig lehet halogni, hogy nem kell nekem foglalkozni, de mindenekkel foglalkozzál, leginkább magaddal. De nem az ego irányában, nem a karrier, nem a vagyon, meg a mit, hogy vagyok. Hát nézzétek meg, majdnem arra megy az emberek élete, hogy leiskoláztatják, szarrá tanítatják, egy idióta lesz belőle, egy olyan, hogy igazából a valóságból, a természetből semmit nem ismer, csak azt, amit volt, és van papírja, de nincs képessége. Eminenségűek világa. Értitek? Eminenségűek világa. Hát így van, túliskolázott idióta világba kerültünk. Ha bezárnák az összes egyetemet, és kivennék azokat a tantárgyakat, amelyik teljesen fölösleges, akkor az egyetemnek nem lenne fölvenni senkit. Hát minek? Hát a matematikán kívül, a kémián kívül, mondjál-e fizikán kívül, mit tud marad? Tehát a nyelvet se az eredeti, mert az eredetit nem tanítják. Hát akkor várjál már. Hát akkor mondd-e, mi marad? Hát te tudod a legjobban, hogy a természet törvényeit nem tanítják. Nem is fogják, mert abban a pillanatban akkor rájössz, hogy te része vagy az egésznek. A természet el vannak szakítva, onnantól te úgy élsz, mint egy növény a sivatagban, ami vagy eső, vagy elpusztulsz. És ezért van az, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni most azok a közösségek sem, mert igazából nincs mihez visszanyúlni. Most van egy para, van egy félelem, most megnőtt a para azzal, hogy szeretné tiszta dolgokat enni, inni, megjött az ösztönöd, hogy na most fölismerted, hogy lehet, hogy az minden nem kéne nekem, amit ajánlana. Na, de meg kéne termelni. Na jó, de már. És ki? De közben meg az életrende, de nem tud szakítani, mert az nem engedi meg a világ, mert rendesen be van mindenki kötve. Úgyhogy én azért mondom, nem parázásról szól ez a dolog, mert ott van mindenkiben az a szándék, hogy neki van egy felismerése, hogy akar-e sodródó lenni, vagy nem? Ha nem akar, akkor jön ő. Mert csak egyetlen egyon lehet megállni, ha te eldöntöd, hogy te nem akarsz sodródó lenni. És ez itt nem külső, ez belső döntés. Meghallgatsz egy 1000 előadót, 1000 dologra el tudsz menni. Ha mindenhol csak mindenhol vagy, akkor eljutsz, hogy már mindenhol voltál, de még sehova nem jutottál. Mert mit használsz ebből? Le lehet órákig ülni meditálni, de ettől még nem leszel több. Maximum elvasztál x órát a napodból, de azt szó szerint mondom, vagy gondolom. Elszartad a napodból, kész, de mondd el, mitől lettél több. Le lehet csendesedni? Így. De le lehet csendesedni 6 órában is, csak abban 6 órában mondd el, mikor visszajössz, mi változik meg a környezetben, aki várja, hogy már csendesedj ki. Értitek? A lecsendesedésnek el lehet technikát tartani, de ebben állapotban lenni, az azt jelenti, hogy leketyegtetik az életidődet, és közben meg ott kihúzzák alólad a létet. Nézd meg. Köszi, ők jól lesznek, ők megvannak, de te mire ebből fölébredsz, te látom most. Viszont megjelent Attila az az igény, hogy szeret, valaki, mindenki érzi, hogy valami nem stimmel. Mindenki érzi, hogy elég a félelemből, elég ugye a félelem dózisokból, de muszáj ezt a dózist megadni, hogy egyszer is mindenkorra sokkoljon be, hogy ne félj. Nem lehet olyan mérre lemenni, amiről nem lehet följönni. Nem lehet. Ha nem kap sokkoló pillanatot, akkor nem is fogod felismerni, hogy mi az, amitől nem jó. Kellenek itt olyan előadók, én nem azt mondom, hogy minden nap ezt szeretném hallani, akik egy kicsit... Levisznek a disznók, vágj, hát igen, akkor... igen, ott röfögtetnek a moslékba. Oké, de utána el kell indulni fölfelé. Igen, kellenek, de azt mondom, hogy csak az kell. De minél inkább kiegyenesedsz egy ilyenből, annál inkább fogsz rájönni arra, hogy te mekkora képességekkel rendelkezel, és hogy milyen képességekről lettél elvonva, és milyen képességeket fogsz visszakapni. Erre volt a mai nap is jó. Ott van minden, asztrológiában fönn van, mindenki van rajzolva, minden. Meg lehet nézni, hogy ez ide vezet, oda vezet, az életutat, de az a jelenlegi emberiségnek az egyéni életútja oda vezet, hogy egy idióta lett.
egy idióta lett. És keresi a különböző kulcsokat, hogy hol van. De hát, hogy csak keres, de hát nem akar fölismerni valamit, hogy egy picit állj meg valahol. Állj már meg, csöndesedj le egy picit, és nézd már meg, hogy a te nagyon régi őseid, a te nagyapád, akire még tudsz emlékezni, az nem járt se szemináriumokra, se tanfolyamokra, se előadásokra, tudta a természet bölcsességét. Hogy a szarba van ez? Ma meg baszott nagy pénzeket mindenre ki fogunk dobni, megveszünk könyvet, videó, filmet, minden szart megveszünk, és ugyanaz a hülye maradta. Az ősöm lószart költött ilyen varaságokra. Azt mondta, tudta a természet. De tudta, hogy a nap nem azért kelt föl, hogy húzza a redőnyt, hogy ne süssön a szemébe. És azt is tudta, hogy nem azért ment le, hogy reggelig tántorogva alkoholtól vagy kábítószertől hülye legyek. Tudta a természet rendjét. Ma ezért lehet, hogy egyik pontra elviszik azt a szerencsétlent a föld másik pontjára, és ott persze ott hagyják magára. Mert nem azért viszik el, mert majd gondoskodni fognak róla, hanem része annak a tervnek, amiből be lehet valósítani azt, hogy mindenki eljut oda, ahova el akarják jusson. Na ez az a dolog, amiben nem vegyél részt. Amikor én azt mondom, hogy tessék hazajönni mindenkinek a szülőföldjére, akkor én nem azt mondom, hogy mindenki ide jöjjön. Hát mindenki menjen a szülőföldjére. Ha nem megy, úgyis meg fogja tudni, hogy nagy hibát követel. Csak azt kérdés, hogy mikor jön arra rá, hogy elkövettetik vele ezt a hibát. És ő meg beletette a fejét. Amikor azt a baromságot, te menj el külföldre, fiam, dolgozni, meg a gyereket kihelyezzem Isten izéjében, mindenhova, akkor elkövetted az a marha nagy hibát, ott hagytad pallagon, ott hagytad szabadon a saját szülőföldedet, mert te vagy a jövője. Hát az a nemzedék, az hol a szarba fog érdekelni 40 év múlva, hogy ott, ahol született, elfelejti még bakogni a nyelvét is. Értitek? Vissza kell menni, és ma beszéltem pont olyannal, aki meg fog jönni, aki hallgatta a videót, és azt mondta, Miklós, megérkeztem Párizsból. Azért ment neki beszélni, hogy honnan jöttél? Párizsból, és hallottuk, és igazad volt. És igazad van. És nem nekem van igaza, neki van igaza, amikor megteszi. Tudom, hogy az a legszebb bemondani, hogy ott mit tudom én, mennyivel többet keres. De nem él jobban, mert ott van benne végig az, hogy nem vagyok otthon soha. Az összes szerettét elfelejtheti, az összes mindenféle jött ment el, barátkoz ez, új barátok, új, majd hát próbáld ki milyen. Haza kell mindenkinek érni ahhoz, hogy megértse, hogy minél fiatalabbak is menjenek vissza, és a gyereket pedig, hát nyilvánvalóan a rendszer abban érdekelt, hogy a gyerek minél gyorsabban pattanjon ki, menjenek külföldre melózni. Mert, tehát mindenki oda menjen haza, ahol született. És ezre mondom azt, nem mindenki. Ki ide kell jöjjön. Tudjátok, hogy kikre gondolok, tessék szépen egy kis hazamenni. Ha nem megy haza, úgyis eléri a sorsnak az a változata, amiből már nem is fog tudni hazamenni. Nem kívánom, minél előbb menjen mindenki haza. Ha mindenki hazamegy, abban a pillanatban az a jövőkép, amitől mindenki fél, amit mindig olvashatsz, amit állandóan betesznek, nem tud megvalósulni. Miért? Mert nem mozog, nem hagyja el. Az alapa az, hogy menj el a területről, menj ki, ne fenesd el, nem fontos, tanulj mindenféle, hottentott a nyelvet, az ősiségedet hagyd el. Ha mindenki visszamenne, mondd meg, hogy tudják megvalósítani. Ez az egy módszer, csak ez az egy. Mert maga az, hogy vannak határok, azok pontosan azért vannak, hogy lehessen megszegni. Miért kell a Földön határa legyen az emberiségnek? A Föld arra van kitalálva, hogy ez a humanoid erre van leszülettetve, vagy akart ide leszületni ő maga, döntött így, de nem a határokhoz, a területhez. Nem határok határozzák meg, hogy te hogy mozogjál, hanem a képességeitől neked mi a feladatod. Na de hát azt, ha nem tudja, hogy mi a feladata, hogy ki ő egyáltalán, honnan érkezett, akkor lehet ott határ, meg akármi, soha nem fogja megtalálni a helyét. És ezért nagyon fontos, és te is mindig nagyon sokszor beszélsz Attila ezekről a dolgokról, hogy tessék igenis a természethez visszamenni, igenis nem fog elkerülni az emberiség azt, hogy vissza kell találni a természet, a természet törvényeit, az univerzum rendjét, az ember nem szegheti meg büntetlenül, ha megszegi, úgy fog járni, hogy ma félelembe élő hitvány vándorrá fog válni.
De ha visszamegy, akkor megismerkedik az, hogy az ott területen neki az ott eredő növényzet, az ott lévő környezet, az nem véletlenül van neki. A teremtett világ, tehát a természet, ugye a magyar nyelv ezt is jól leképezi, hogy... Tehát ugye, amiről most beszéltél, azt egy mondatban úgy lehetne összesűríteni, hogy az értelem az anyagba tapicskol. Tehát, hogy amiről a Miklós eddig beszélt, azt egy mondatból úgy lehetne belesűríteni, hogy az értelem az anyagban dolgozik, létezik, és addig tart. Tehát ezért fog hazajönni a párizsi, a londoni, a mindenféle helyről a magyar ember, mert ez nem a magyar néplélek. Ugye a két véglet, most az üdvtörténetben ez jól látszik, két nép, van az anyagnépe, meg a magnépe. Mind a kettőnek a teremtésben megvan a maga helye, szerepe és feladata. Ez nem felesleges egyik se. Ez az őrzői anyagi minőség, ezek a kísértések világ ugye arról szól, hogy ez a tudatfejlődés legjobb motorja. Amíg igenis leültetnek bennünket folyamatosan az ingyenhitelekkel, a médiával, ezekkel a bizonyos P-betűkkel, a pénz, pozíció, nemiség P-betűivel, kit, hogyan, akár több irányból is, azt mindig visszatapsolja ez az őrzői minőség, hogy itt még van feladat. Addig lehet menni Párizsba, Rajának, Londonba, meg nem tudom, Ausztriába mosogatni, és aztán, ha majd a disznók vájújáig eljut mindenki egyéni szinten, hogy kösz, elég eddig és nem tovább, ugye ez az atyai minőség, és felébred, akkor feláll. És most már nagyon sok előadó elmeséli minden irányból, hogy mi ez a disznók vájúja, végtelenségig ragozzuk, analizáljuk, és elég. Tehát ahogy idejött mondjuk a tatára 1240 körül, akkor az őseink nem azt csinálták, hogy elkezdték elemezni, hogy a tatároknak milyen nyilai vannak, milyen színű a lova, meg hányan vannak. Ugyanúgy nekünk nem az kell most már, mint a drábik, hogy 13 bankárcsalád, meg a nem tudom kik. Tudjuk, mint a tatároknál kutyafejű mindahány, tehát itt meg ez meg disznófejű mindahány, tehát tudjuk, kikkel van dolgunk, és hogyha e fölé tudunk emelkedni, akkor és a magyarságnak az a szerepe, hogy az őrzői minőség felett égi világhoz kell becsatlakoznia, és ezt átlátni, és nem azzal foglalkozni, hogy az értelem szintjé, hogy vannak ezek az ingyenhitelek, meg a média, meg a gyógyszeripar, meg a minden más, ami ömlik most minden irányból. Ez az anyag népe, ez ő arra van itt, és jól csinálja. És pont a mag mikor kell ki, jött a Jézusi magvető példázat is, hogyha fényes csili-vili helyre, az útszélére kerül a mag, a napfényre, az büdös életben nem fog kikelni, nem teszi a dolgát. Egy mag akkor kell ki, ha sötétségben és nyomás alatt van. Tehát a mag népét is ezért van az, hogy a forintot nyomják le, itt most minden, velünk mindent ötször jobban eljátszanak, mint egy már románokat is lassan előbbre hozzák életszínvonalba, mint bennünket, és ez a magyar mag minőség ebbe a sötétbe és nyomás alatt fog kikenni, sehogy máshol. A magyarok most 3-4-5 ezer eurós frankfurti, mert nem tudom, svájci fizetést kapnának, bent lennénk a jacuzziba, hát ott a csili-vili napfényen ez a magminőség a büdös életben nem kell neki. De itt most már nem elég az, hogy mint a drábi kis, ő neki meg vagy meddig mehet el. Mehet, nem megy, mehet. Tehát az, hogy ő is honnét informál, de a magyar embert oda be se engednek, ahonnét a kongresszusi könyvtár, tehát azért sztárt kell látni. De ő is, ez egy őrzői minőség, és hogy ilyen irányból is a magyar embereket, meg bennünket, hogy ébresztenek, mint egy rábik is, azért ezt át kell látni minden oldalról, hogy kinek mi a szerepe. Tehát most tegnap is volt itt egy olyan előadás, hogy Rudolf Steinerre, meg Makovec Imrére példálózik, amint mester az előadó, mind a kettő Lucifer János. Tehát előveszek egy Rudolf Steiner könyvet, ott leírja, hogy ő miért Lucifer János, miért a sötét oldalnak a kutyája.
És egyébként nem kell hozzá elolvasni, mert Rudolf Steiner utolsó 10 évben egy alkoholista volt, és a fényképére ránéz valaki, nem kell hozzá pszichológusnak lenni, hogy itt őrült nagyok a gondok. Tehát ezt mind át kell látni, de nem a Rudolf Steiner kell elemezni, meg hogy a Makovec Imrének a Bagó és a szárnyas luciferi fényhozó angyalsz épületeit. Google-ba beírom Makovec Imre luciferiánus építész, és aki itt még hitt bármi izébe, az, hogy 10-ből 8 nagyon jó, meg nagy nemzeti, hát mint a nemzeti dohányból, tehát körülbelül mint a füst. Ami 8 mondat, ezt elfogadjuk, megköszönjük, és azt a kettővel, amíg aztán becsatornázna, ha hagyjuk abba, ahova ő meg a Steiner is, ahova meg mások sokan kerültek, ugye Bázelből és Rudolf Steiner 1890-es években, ugye akkor, és miért Bázel? Ugye az első cionista világkongresszust a Budapesten született Herzl Tivadar nem tudta Münchenbe, mert onnét elhajtották, még a rabbik is, mert azt a sleppet, amit ő odavitt Bázelbe, azt még a rabbik se engedték Münchenbe, és ezért lett ebbe a Svájcba megrendezve ez a bizonyos kongresszusuk. Tehát ezt mind, oké, lehet ezt elemezni, meg analizálni a végtelenségig, nem ez a magyar dolga. Át kell látni, hogy a Jézus a végidőkről mondta, hogy tudatosság, éberség és jelenlét, tehát tudnunk kell, hogy kivel van dolgunk. Egy tatárral, meg egy kutya, a fejű tatárra, meg egy disznófejű nagyúra nekünk. Tudnunk kell, hogy kik ők, de nem azt kell elemezni egy magyarnak, hogy milyen a tatárnyű, meg az ingyenhitel a másiknak, nem érdekel. Nekem, és ugye múlt héten elmeséltem, hogy a harmadik templomban ők várják az anyagnép azt a égi világot meghaladó főnökséget, aki oda most majd hamarosan meg fog érkezni. És ők teszik a dolgokat, tehát zseniális. Na akkor csináljuk mi is ezt. És mi nem a szellemvilág aljába, egy jehovai, meg hasonló történetbe kell, hogy becsatornázzuk magunkat, az semmi közül, hanem a legfelsőbe. És ha az megvan, akkor a legalsó, mint Jézusnál a Getsemáni kertben az ördög, hogy a sátán, hogy felkínálja a világ minden hatalmát és kincsét, tehát az anyag, e világ sötétsége, az értelem, az anyag, ha ezt átlátjuk, semmi dolgunk vele. És ezért mondta Jézus, hogy itt nem te vagy a főnök, hanem én, semmi közöm ehhez, engem nem érdekel, én sokkal én az atyával, meg amit ő ad, én az arra vágyom, és onnittól kezdve az ördög hatalma úgy elillan. Tehát nekünk egész más irányba kell becsatornázni, amit alsóbb szinten drábikok, steinerek, makovecek elmondanak, abban sok jó van, de át kell látni, hogy mi az, ami aztán nem tovább foglalkozni vele. És én azt látom, hogy egyre több, és ezt máshogy nem is fogjuk megúszni, én is azért járok minden ilyen helyre, mert nagyon sok értéket kapok, azt megköszönöm, hálásan elfogadom, és a többit meg elengedem. Tehát így kerülnek azok a kis mozaik kockák ilyenkor az ember lelkébe és legfelső szintre, hogy átlátom, hogy ki hova tartozik, mi az, ahová ő elmehet, mint egy rábik is, és aztán onnét filmszakadás, de teljes Homály Mihály és fölöttes régióról ő már nem is beszél, mert nem is beszélhet, ami a miénk. De pont hogy a disznók vájóáig, hogy kerülhettünk oda, és tették meg egyéb, addig azt megkapjuk, de onnét már nem állít föl. Onnit már nekünk kell összeszedjük magunkat, hogy kik vagyunk, és ezért kell hazajönni Párizsból, mert érezzük, hogy akárhány ezer eurós az a fizetés, én is voltam 5 évig Írország Angliába, az nem a magyar néplélek. Tehát az, hogy minden hónapban x euróval nagyobb a bankszámlám, és akkor mi van? És közben meg itthon tényleg, hogy a Miklós is mondja, dől össze a ház, lebontják egy másik nép, aki a lebontás energiája, és akkor attól szép az élet, hogy harmadrangú emberként élem az életem egy idegen világba, egy anyagba süllyedt nyugat-európai végtelen kufár lelkű saját szerepéről már fogalma nem lévő embernek. Tehát most éppen a YouTube-on, vagy nem is tudom, hol megosztottak egy nagyon érdekes francia nyelvű videót, egy rabbi arról mesél, hogy milyen jó ez az egész történet, ami most zajlik a világba,
mert hogy a Izrael söprűje az iszlám, és ezzel, ha rászabadítjuk Európára, ők szépen elsöprik az európai civilizációt, és jön a messiásunk. Ez a bizonyos figura jön majd ebbe a harmadik templomba. Ők ezt tudják, erre készülnek, zseniális. Nem kell ezen szomorkodni, teszik a dolgokat. De ha ők teszik, fogadjuk el, köszönjük meg, vegyünk róluk példát, és tegyük mi is a dolgunkat. De nekünk nem az a dolgunk, hogy ingyen hitelt osszunk, meg a gyógyszerekkel mérgezzük, a parazita létforma akkor virulens, hogyha a gazda szervezet, egy emberi közösség, vagy egy növény, az minél gyengébb. Egy erős, hogy fut a zebra csapat, az elején az oroszlán nem fog birkózni a zebra csődörre, mert hátrarúg el rákapcsát és éhen hal. De amelyik hátul sántán fut, na arra megy a ragadózó is, a parazita is, akár növény, akár. És egy buta, lebutított emberi közösségre ott lehet ingyen hotelt osztani, mérgező gyógyszereket eladni, meg bármit. Ez a disznók vágya. És ugye a Földön ebben a létezésben három szint van. Van az anyag, e világ sötétsége, van egy lelki szint, a teremtett észet, ami már a felső világból kaptuk meg, ugye ez a zöld növényvilág a legnagyobb tömegébe, ugye a zöld színével a Földnek a szív energiája. Tehát ezért van, hogy az anyag népe lábnyoma helyén mindenhol sivatag van. Ahova betették a lábukat ezek a népek, Egyiptom, Nílus völgy, sivatag, ahol most a háborút gerjesztik, és most puskat, ágyúcsőbe rakják mind a kettőt, mint a másik hely most az ukrán-oroszt, most az újabb ugyanúgy mind a kettőt ágyúcsőbe, és még lehet is őket fanatizálni ugyanúgy, mint az orosz meg az ukrán. Mind a kettő fanatikusan az ágyúcsőbe rakja a másikat, és közben nem látja, hogy szűz már, mi mit csinálunk magunkkal. És itt, amiről Miklós beszélt, hogy amíg az értelem szintjén működik egy ember, vagy egy emberi közösség, és ezt oktatásba, versenysportba, céges világba, gazdaságba, mindenhol ez működik. Ha jól csinálom a cégemet, jó sportolok, ezt csinálok, azt csinálok, de akkor megkérdezem, hogy egy vakond is, meg egy giliszta is túrja a földet. Nagyon szorgalmas, nagyon hatékony, de attól az még nem, hol ott az emberi minőség. Tehát itt felszántjuk a hegyet, földet, GDP mindig nő, ugye nő anyagi principium, most ez a világ van, semmi köze a férfihoz, az határokat szab, ugye a sumereknél az úr minőség, hogy eddig és nem tovább. Amikor az atya kimondja a sátán, eddig és nem tovább. Növekedünk, GDP rákossájt a biológiába, antrópiába, antrópia meg a fizikában mondja ki, hogy egy vezérlés nélkül hagyott anyagi rendszer az káoszba tart. Tehát, hogy a kárdeus csillagból kivették a középpontot, az isteni minőséget, abból most csináltak egy kamu hatágú csillagot, és csak a körülötte lévő térforma az anyag őrülete. Hát arra felé is megy ez a világ, látjuk. A végtelen hitelekkel meg minden mással nő. És hát ezért érdekes ezt látni, hogy egy ilyen Habsburg család is, ahol 1740-ben ugye az utolsó férfi ember kihalt, mert ezt, hogy miért anyajogom, meg hogyan lehet ezt vinni, ezt most nem kezdem el magyarázni, nagyon érdekes egyébként. És ezt a férfi minőséget, ha például egy ilyen Habsburg családból is kivesszük, akkor érdemes elolvasni, hogy az utolsó férfi hogy nézett ki, és hát ez egy egész horrorisztikus történet. És az a lélek is, ami azt aztán viszi tovább. És aztán hogy néznek ki, és ugye a Habsburgajak, Habsburgán, meg egyéb, tehát ez a elképesztő degenerált emberi minőség, és most tolják ugye Mária Terézia. Sokan nem tudják például, hogy a magyar vonalas falu szerkezet, meg település szerkezetet is például Mária Terézia dobta be, hogy az adókat be lehessen szedni. Mert a falu két végére beáll pár katona, és közte meg szépen végigmennek ezek a adószedők, és már ki is lehet fosztani. Mint az 50-es években volt az Alföldön olyan terület, Alföldön, hogy ott nem mentek az ávósok, mert ott eltűntek.
Tehát a tanyák között úgy mentek, osztották az észt, és el lettek ásva. Na most egy egyenes faluba ott ezt már nem lehet megcsinálni. Bár itt is a munkásőrelvtárs, meg a túloldalon is oszt, aztán lehet okosnak lenni. Tehát, hogy milyen aljas és tudatos, ez egy magyar fóbiás család, ugye egy pénzváltó más néven, római gettóból egy zsidó család pénzváltással fog, és így szabadultak a világra. Ugye pont egy magyar király is nagyon besegített egy ütközetbe, és akkor lettek Ausztria urai. Egyébként az osztrákok is utálják őket. De ezt mind tudni kell, hogy itt mi zajlik, és miért nyomul ez a család. Ugye a parlament nézzük, akkor ott túl sok magyar ember nincs, de mindegy. És hogy ez a napi szinten, hogy értsük, hogy mi történik itt. Vagy például hogy a magyar embereknek az adószám, ugye már a kínai császár is 2000 évvel, vagy a Hun Sen leírta, hogy a háború művészete című könyve, hogy lehet egy másik birodalmat puskalövést háború nélkül térdre kényszeríteni. Kereskedelem és pénz. Tehát hogyha ennek a pénznek egyik szegmens az adó. Tehát elég, ha csak annyi adót vetek rá egy másik népre, hogy már fogy. Világbajnok áfánk van, egyéb minden más. És ugye például hogy néz ki ez a magyar ember, nem is tudja, hogy az adószáma miből van. Tehát, hogy 1867. január 1-től eltelt napok száma az ő születés napjáig, ebből van kiszámítva minden magyar embernek az adószáma. Miért? Mert amikor a kiegyezésbe ránk szabadította a Deák és a többi ezt a bank népét, ott nem a Habsburg kiegyezés, az senkit nem érdekelte, nincs is jelentősége a mai nap. De a mai napig az a jelentősége, hogy az anyag népe onnéttól polgárjogot nyert, megalapíthatta a bankját, és oszthatta az ingyen hiteleket. És aztán jöttek a pár év gentrit, néhány év múlva meg Trianon. Tehát nem is, nem kell. Ugyanezt csináltak Cromwell Angliába, őt is a gyémánkereskedők bízták meg, nem eszkimók voltak, és ugyanaz volt a feladat, hogy engedje vissza a több száz éve kitiltott embereket, oka volt, hogy miért voltak itt, és ugyanez. Tehát a mai adószám ilyen szépen az ő, ez számunkra az időszámítás kezdete. Na, onnétól ezzel a népe azt csinálhatnak, amit akarnak. És ezt kell átlátni, de nem ezt kell a végtelenségig analizálni, de ezzel tisztába kell lenni. Hogyha tudni kell, hogy történhetett ez velünk, és mint a Jézusi történet, vagy a híres történet, hogy a disznók vájújáig eljutott a gazdag ifjú, az örökös, bár minden mocsokba megtörtént vele, már az ürülék és a trágyába fetrengett a disznók közé, és a moslékot zabálta. Tehát most itt vagyunk, és oké, de ez nem a magyari minőség. Hát ha megnézzünk egy szkíta leletet, meg a római krónikákat, meg mit írtak az őseinkről, a szkítákról, hunokról, szép emberek voltak, gazdagok voltak, gyönyörű ékszereik, lovaik voltak, és mindenki felnézett rám, még a rómaiak is. Na most ettől hol vagyunk? Hát a saját hazánkban csinálnak, de írdatlan hülyét. Miért? Mert nem a saját minőségünket éljük meg. Tehát ha mi még jobb ingyen hitelosztogatók akarunk lenni, vagy még jobb vakondok, mint ami nem a magyar feladata, akkor abba csak bukunk. Tehát ahogy a másik irányba egy levétetű, az nem tud illatos rózsabimbó lenni, bár ezt próbálja a médiában, meg mindenhol ránk tukválni, édi-médi módon. Ugyanúgy mi meg rózsabimbóként ne akarjunk levétetű módjára, mi egymás zsebébe ugyanúgy átvéve ezt a rossz másra tartozó programot csinálni, mert oda vezet, ahol most vagyunk. Hogy itt 30 év alatt több mint 1 millió ember ebből az országból eltűnt, és hogyha megnézzük most ezeket a háborúkat, hogy napi szinten ott hány ember él meg, vagy hal meg, vagy mennyi eddig az áldozat, hát a magyarságnak körülbelül a 10% ebbe a rendszerváltás alatt likvidálva lett.
Tehát ezeket, tehát én még 10,7 milliót tanultam 80-as években az iskolában, annyian voltak a itteni magyarok. Aztán most hányan vagyunk? Úgy, hogy közben egy csomó Erdély, meg ki tudja még, ki nem ide települt, és vagyunk 9,5 millióan. Tehát legalább a 10%-a, itt, mint ahogy mondtam, 67 után elszegényítették a magyar gentriket, aztán kétharmada elpárolgott a Károlyik, meg a tanácsköztársaság, meg egyéb versenyzőknek a köszönhetően. Csak azért, mert hagyták azt, hogy kiléptek abból a működési rendből, amit az ezer éves királyság biztosított, hogy például nem adunk jelzálogot a földre. Mert az nem egyéni tulajdon, hanem az a koronája, és az lehet egyéni családilag használni. Ugye, ami Miklós mesélte, hogy milyen kártékony egy arisztokrácia működésébe, mert hogy öröklésmenet van. Hogy leszületik egy kisgyerek, és ő már abban nő be, hogy neki jár az a luxus meg, amiért semmit nem tett. Ugye a legalja az, amikor mondjuk egy kommunista világban mindent elvesznek mindenkitől, egyel fölötte van az arisztokrácia, ahol már érdekek alapján öröklődnek dolgok, és a legfelső meg a meritokrácia, amikor érdem alapú egy társadalom, hogy ugyan oké, van a családnak mondjuk valami tulajdona, de nem arról szól, hogy azt minden korlátozás nélkül érvényesítse a társadalomra, és nem is öröklődnek bizonyos olyan fontos feladatok, hogy mondjuk egy püspöknek, vagy nem tudom, egy arisztokratának van egy debil gyereke, az abban ne legyen mondjuk püspök, vagy olyan, csak azért, mert ő abban a családban született, hanem a magyar nemesség szóba is ott van, hogy ki a nemes, aki egy ilyen történetre nemet tud mondani. Hogy oké, van 5 gyerekem, de a debil, hülye gyerekem nem lesz alispán, meg nem tudom. Ugye megtehetném annak, de nem teszem. Tehát ez a meritokrácia, ez a legfelsőbb, hogy érdem alapú. És nem is biztos, hogy 5 gyerekem közül kell valakinek majd belelenni, mert ott van egy másik sokkal jobb, és a közösség érdeke az, hogy ő legyen a valaki. És ugye ebben a földi létezésben a természet, ott van a magyar szóban a teremtett észet, amit föntről az égből megkaptunk, a teremtő esze, természet. Ugye a jogban is ugye van a legalja a polgári jog, a fölött a természetjog, ami az isteni minőséget képezi le, és a legfelső, amikor már törvény sincs. És ugye amikor a természetben egy közösség átlátja azt, hogy ezt az isteni minőséget egy közösségbe úgy lehet bevonni, ha belesimulunk a teremtett észet lelki, szellemi minőségébe, és a természettel összhangban, mint például a foggazdálkodás, nagyon sok módja van, de ott van az Avatar című filmben, vagy a francia Gyönyörű Zöld című filmben, hogy nem kell pénz. Tehát itt tegnap is hallottuk, hogy ilyen pénz nem kell. Itt most egy nagyon intenzív váltás lesz, és arra megy ki tök között a játék, hogy odáig elviszik az embereket, hogy átlássák, hogy itt nem, hogy jó bitcoin, meg nagy francot, a legpusztítóbb fajta pénz. Semmilyen pénz nem lesz, mert egy tudatos közösségben, ahol tudja mindenki férfikön, nőként, hol a helye, mi a dolga, és csinálja, és nem kell bölcsőd. Az első két dolog, amit majd be kell zárni, a bölcsőde, óvoda, meg a tőzsde. Mert az, hogy egy gyereket elveszünk, és ez is a Mária Terézia örökség, az a ráció edukátnisz törvény volt, hogy az országnak hű alattfalukat termeljünk. És már most már bölcsődétől. Nem is látja apját, anyját, se. Tehát én Írószágban láttam, megszületett a gazdag íreknek a kisgyereke, anyuka 2-3 hónapig ott volt, és valami pakisztáni, Isten tudja honnét jövő embereket fölfogadtak, olyan pénzért, hogy gyakorlatilag visszament az állásba, és azt a fizetését, azt ráköltötte a pakisztáni, hát érdekes higiéniás, meg egyéb kultúra, tehát hogy a saját gyerekét odaadta a idézőben a nő a karrierjért, és semmivel nem jutott előbbre, csak az, hogy ott Excel táblákat műkörmével kopogtathatott napi szinten, és a gyereke meg a jó Isten tudja, aki neveli.
Teljes elmebaj. Tehát, ez lesz most elfelejtve. Látjuk, ha kimegyünk a 30 akárhány milliós autók tömege közlekedik az utakon, ennek a népnek is, meg a többinek is még itt kell szenvednie bőven, mert itt még nem vagyunk a vájú legmélyén, és most ez fog megtörténni hamarosan, hogy jön az a bizonyos égi világnak a legalsó szintje, és aztán itt majd fog sok olyan történni, hogy és sajnos ugye a magyarság utolsó évszázadék története arra nevelte a magyarságot, hogy addig befogja a száját, és egy egyéni szinten lavírozzon, ilyen-olyan kutya rendszerekbe, labancok, vagy a törökök aztán a mai világba, de amikor igen nagy a baj, mint mondjuk 56, vagy akármikor, akkor kénytelen összefogni, és most is ez fog eljönni, de még egy kicsit később. Tehát mondom, kimegyünk, itt épül, szépül, hát szépül idézőjelben ország, itt már semmi nem magyar, és ilyen-olyan fizetésekért emberek ezt még szolgálják, de ez is változni fog. És ugye az értelem az anyagban dolgozik, egyelőre az értelmünket nagyon lekötik a munkahelyen, kinek hol, a tévé előtt, a hobbiával, az úszodába, a sportba, hogy kell ezt jól csinálni. Az élet minden területén végtelen a tévutak világa, hogy az időnket, életünket hogyan rabolják el, és hihetetlen sok irányból, és hát most ennek az ideje jön el, hogy ezt átlássuk, és hogy ezek az előadások azért, számomra azért is izgalmasak, hogy ahol különböző helyeken, ahol járok, mert mindenhol nagyon sok jó gondolatot látok, és hogyha az ember jól össze tudja kötni az értékeket, amit előtte hallott, látott a saját magáival, akkor egész jól lehet azt is látni, hogy adott előadó meddig tud, vagy meddig mehet el. És hogyha ezt is már átlátjuk, akkor tudjuk azt megcsinálni, hogy a disznók vájától fölállunk, és ugye a yin-yang emblémába, az a fekete-fehér forgó embléma, ősi embléma, nem kínai, az is tőlünk van, hogy most abban a fázisban vagyunk, a fehér sáva, hogy elvékonyodik. És egyre több ember marad ebbe a fehér, tehát egyre kevesebb fog itt most maradni ebbe a egyre vékonyodó fehér sávból, mert így úgy bukik. Ugye itt is most érdekes dolgok történnek, hogy nem minden arany, ami fénylik, és még az előadók között is sok olyan van, aki ilyen-olyan rendezvényekre csábít, és közben ebből a fehér sávból majd szépen ki lesz véve, és ez egy ilyen történet, de az a kevés, aki a fehér sávba bent tud maradni, az viszont olyan szinten megerősödik, hogy mint abban az emblémában, hogyha ez valaki fel tudja magába idézni, ez az a legvégső, utolsó kis fehér, vékonyka sáv, aki ott lesz, az a mag, az fordítja át a teljes sötétséget fehérbe. És most itt tartunk. Vékonyodik a fehér sáv, egyre kevesebben maradunk, egyre erősebbek leszünk, és a ránk ömlő egyre szélesedő fekete sötétségből, ahogy mondtam, a mag minőség, hogy nyomás alatt és sötétségbe fog kikelni. Ez a néhány fős. Ugye Jézus is az utolsó éjszaka után egyedül maradt. Hármat kukorékolt a kastély, már a tanítványok is lelétszeltek. A Neo ugyanígy maradt a harmadik rész végén. Egyedül kell, már mindenki ügynök volt körülötte, már az orákulumot is átformálták, és egyedül maradt. Már csapata se volt körülötte, de ő már akkor olyan erős volt, hogy egymaga át tudta fordítani a világot. Ugye a hollywoodi mesterek ezek tolják bele a képünkbe, és aztán ki, hogy milyen szinten érti meg, az egy másik ügy, hogy itt mifelé megy a világ. És ugye tegnap is az egyik előadó elmondta, hogy ők ezt a korszakokat ismerik, tudják, hogy merre tart a világ, ő nekik az a szerepük, hogy az előzőt minél tovább fenntartsák, és működtessék, de minél tovább működtetik,
és mint a búvópatakot, amikor lefedi valaki, ezt le lehet fedni, el lehet folytani, de alul egyre nagyobb lesz a nyomás, és idővel egyre erősebben tör föl az a bizonyos patak, de máshol, és aztán már nem lehet visszafogni. Ez van most, és hát ezért kell így tájékozódni, és nem azzal, egy idő után már nem azzal kell nekünk foglalkozni, hogy a kutyafejű tatárnak hány foga volt, meg a disznófejű nagyuraknak milyen ingyen hitele van éppen a reklámba a képünk betolva. A tévét oda kell rakni a kuka fölé, és egy kis szép gondolatsorra elengedni, ahova való, és aztán nem tolják ezt a depresszív őrületet az arcunkba, ami nekik a dolguk, hanem akkor ezt hallgassuk, lássuk, és aztán tegyük a dolgunkat. Mert a végtelenségig az se elég, hogy olvasom a Bibliát, vagy hallgatom ilyen többé-kevésbé jó, hiteles ilyen-olyan előadásokat, hanem a magam világába azt tudjam is leképezni. Tehát igenis a kis ülepemet emeljem föl a saját disznóvájumból, és aki erre alkalmas, annak a kezét megfogva haladjak tovább, ahogy a Miklós is itt mondta, találjam meg, hogy a családban hány lesz, jó kérdés, van bukti bőven ott is, botlik, csetlik, sok-sok ember, némelyiknek még a neve is az, és aztán akivel lehet, azzal kell tovább menni. Mert hogy ilyen is van. Én tudnék mesélni, most nem fogok. Tehát, hogy a lelked. Tehát ne az értelmeddel akart fölfogni, hogy neked az ingyen hitel, meg az oltás, meg a minden szent szarkaláb az jó vagy nem. Van egy lelki minőség, ahogy... Ránézel, és olyan kedves mosolya van, mint neked, az már egy jó alap. Az már egy jó alap. Hidd el. És nem tudom, hogy hívnak, meg milyen okosságba utazó, nem is érdekel, de az a mosoly már valami olyat súg, hogy ez lehet, hogy nem önt rám még egy vödör moslékot, ha éppen nem arra nézek. Ott a disznók fájójába, érted? És hogyha ezt a felettes, értelem feletti lelki minőséget éljük meg, akkor hazajövünk Párizsból, a hat diplománkat a WC-be a síkhű eminensként eddig és nem tovább. Nagyon, hát ha jó rá, még nem biztos, ez milyen papírra van, hogy mire jó, mire nem tudom most éppen, de mindegy, nem ez a lényeg. Ott volt Jézus a kereszten, két lator mellette. Kurva nehéz élethelyzet, fő vagy szegezve, és az egyik hogy beszélt hozzá, gúnyosan gyalázva, és ugyanolyan bűn cselekményért ott a másik latorként, ugyanolyan pozícióban egy másik ilyen gazember, mert valószínűleg oka volt, hogy odarakták a túloldalra, egy írástudatlan bűnöző, a másik, meg felismerve azt a bizonyos középső valakit, az meg úgy beszélt, ahogy kellett. Pedig mind a kettő fő volt szegezve, hát annál rosszabb élethelyzet szerintem kevés van, ami úgy kilátástalan, hogy van még pár órán, ezt már varjak is röpködnek ott fölötten, tehát hogy, és mégis mi az a lélek minőség, hogy azt a középső embert, az a bizonyos lator, aki mondja, írástudatlan, bűnöző volt, gonosztevő, tehát egy nem volt hat diplomája, nem volt gazdag ember, nem volt tanult ember, legalja emberként is ezt a lélek minőséget meg lehet élni. Tehát ebbe ez a tanítás, hogy mi az a végtelen csoda, hogy az egyik nagy orvos géniusz, nem is egy, vagy egy híres történész, az hatszor, hogy szokta itt említeni, Miklós, italozik, meg nem tudom én, koktélozik, és a másik, az meg az egy egyszerű ember, az meg egyszer se. Ugyanaz. Tehát ez egy végtelen jó, na ez a nagy kérdés, hogy mi az a lélek minősége, amikor kérdezett kivel igen, meg kivel ne. És ránézel azt. Ugye a maszknak az egyik titka az, hogy nem látom az arcodat, a maszk alatt, ugye ránézzünk egymást, egy 10 másodperc alatt belénk van kódolva, fölmérjük, hogy,
hogy barátkozz vagy menekülj, és hogyha nincs maszk, akkor egy pánikreakció, vagy ha van maszk, akkor egy pánikreakció, mert hogy nem tudod, hogy most ez bunkos botta a hátba ver, vagy kezet akar fogni. Tehát ez a tudatalattinak egyik programozása, és mint a bankrablók is ezzel érnek vissza, vagy egy fácia negra, hogy maszk van rajt, és oda megy a postakocsihoz, és benyit, és hát már be vannak tolva, mert hogy hú, egy maszkos ember. De nem is kell, hogy puskát izé használjon ide a zsákokat, és működik, mert a pánikreakció így. Tehát, hogy ezért fontos, hogy belenézel valaki arcába, és egész jó eséllyel, főleg élettapasztalata, látod, hogy ő kiféle, miféle. Aztán persze kell, hogy vizsgázzon és tegye a dolgát, hogy teszi-e, akarja-e, az majd a következő lépcső fog, de ahogy a közösségek is csak úgy épülhetnek föl, hogy van egy közös szellemi irányultság. Tehát, hogyha te úgy akarsz összefogni valaki, hogy mennyi krumpit fogunk termelni, meg kacsát, meg tojás, meg nem tudom én mit, tehát ilyen anyagelvű munkaterápián világát akarod most megcsinálni, az ugyanúgy megy levesbe, mint a kommunista munkaterápia, meg a mai GDP-s munkavilága. Nem, hanem ha megvan az, nem azzal kell először foglalkozni, hogy ha mihez ért, figyelj, ha valaki nem értelmi fogyatékos, de jó emberekkel fog kezet és megy együtt, akkor majd lesz abból a csapatból egy, aki tudja, hogy kell krumplit ültetni, a másik, hogy ruhát varni, a harmadik, hogy tök mindegy mit, és egymástól megtanulod azt, amit együtt kell végezni, aztán aki, amiben jó, azt megcsinálja, és működni fog, de ha nincs közös szellemi, fölött az anyag fölé helyezett szellemi irányultság, akkor az a munkaterápia világa. Ma bőszen izél munkalapú társadalom van, és ezt még ki is mondják. Ez borzasztó. Anyagelvű, csak a profit, a pénz, a haszon nem érték, hanem haszonelvű. Ez tök mindegy, kommunista mondja, vagy a kapitalista, ugyanoda visz. Tehát az a B-terves baromság is, hogyha azon kezdünk el gondolkozni, eleve a B-terv is már egy fekete mágia, nincs B-terv. Egy terv van, hogyha például magyarként neked mifelé kell tájékozódni, és ha azt csinálod, akkor nem kell B-terv meg C-terv, mert az már megint félelem alapú. Sakkozunk, hogyha az A-terv nem jó, akkor a B-terv, ha azt is elcseszem, akkor a C-terv nem. Ha magyarként te teszed az A-tervet, és nem az anyag, meg a vakon, meg a giliszta módjára, anyagba tapicskóva, meg az értelemmel, hanem egy lelki minőséggel, a Jóisten felé orientálódva, akkor nincs B-terv. A B-terv, mondom megint, egy mára neve is ilyen félelmet kelt, mert a tudatalattiba az ott van, hogy aha, az arról szól, hogy ha valaki én nekem az A-tervemet bedönti, vagy én vagyok a hülye, akkor én most félelem alapból csinálok egy B-tervet. Hát meg is lehet nézni, hogy működik az a történet is. Tehát, hogy a működést azt idézőbe rakom. Tehát, hogy ezt mind át kell látni. Nincs B-terv, nincs C. Egy terv van, a Jóisten. És ha az működik, akkor nem tudom, hogy kell krumplit termelni, vagy ruhát varni, de ha X ember összefogunk, akkor majd menni fog. Mert ő megmutatja, hogy a tűbe hogy kell cérnát fűzni, a másik meg, hogy a kapát így kell kézbe venni, a növénynek meg a gyökerét kell lefelé ütetni, nem a levelét, és akkor, tehát ilyen őrült nagy problémák mind-mind meg lesznek oldva. De nem az a kérdés, hogy akarsz-e velem krumplit termelni, hanem hogy ránézek, milyen a mosolyod. Na, az már egy jó kiindulás alap. És akkor utána megoldjuk közösen, hogy lesz krumpli, lesz ruha, lesz minden. De ha visszárul gomboljuk a történetet, mint amiről a Miklós beszélt, hogy egy mondat, vagy az értelmünket lefoglaljuk, és az csak az anyagba tapicskol, akkor úgy is jártunk. Munkaterápia, és csak idő kérdés, hogy mikor rágjuk el egymás nyakát. Ez ebben bele van kódolva. Kommunistaként, kapitalistaként, B meg G, meg majdnem mondtam, milyen tervként, G meg C meg Z meg nem tudom milyen tervként, meg annak az embereként.
Hát úgy is működik, már legelőbb. Még nem csináltak semmit, de már úgy is működik. Hát ez a válasz, hogy nekünk nem krumplit kell termelni. Tehát én engem, amikor hívnak akárhova előadásra, én soha nem azzal kezdem, hogy gyerekek, akkor hozzatok egy paradicsommagot, meg nem tudom, én leszarom. Nem érdekel. Tehát az érdekel, hogy tudunk úgy összeállni közösségként, és annak mi az alapja, annak nem a paradicsommagvetés az alapja, hanem hogy mi az a lelki minőség, mivel mi nem egymás zsebébe fogunk turkászni az első pillanattól, mint a B-tervbe, meg kunyerálok, én soha nem pályáztam, én soha nem kértem kinek a pénzét, se a vetőmagért, se egy előadásért, semmiért. Mert abban a pillanatban, hogy én elkezdek az anyagba, meg más zsebőbe turkálni, hát az előadás, meg az a növény olyan is lesz. És nincs pályázat, nekem nem kell a más pénzed, nekem nem kell alapítványi pénz, semmilyen. Ha azt egyénileg nem tudom, volt ennek a aranyembernek ez a, már nem él, egy nagyon jó mondása Klapkának, hogy Klapka György, vagy hogy hívták, nem a tábornok, nem az a mostani. Tehát a Vámház körült 42, nem tudom, mindegy, vegyé tőlem aranyat, 80-osát. De mindegy, volt egy sok jó mondata van, és ő neki volt az egyik zseniális jó mondata, hogy aki üres zsebben nem tud pénzt keresni, az sok pénzzel se fog pénzt keresni. Mit jelent ez? Tehát, hogyha el akarsz indulni például egy közösséggel, akkor az nem úgy indul, hogy tarhálok, gyerekek, adjatok ilyen-olyan pénzt, állambácsitól, alapítványtól, nem tudom kitől, meg a Robert bácsitól, vagy a nem tudom kitől. Nem, hanem rakjuk össze azt a keveset, ami a majdnem üres zsebünkben van, és akkor is fog sikerülni. Mert neked van egy varrótűd, meg cérnád, nekem van egy marék magom, neki van egy gyásója, és hol itt a probléma? És akkor, ha csináljuk, az elején a zsíros kenyérre lesz elég a történet, de akkor is mosolygunk. És nem egymás nyakát rágcsáljuk. Aztán holnap már nem zsíros kenyér lesz, és aztán 3 év, és aztán hátradőltünk, és működik. Aki ezt nem így látja át, hanem egyből azzal indul, hogy a más zsebébe turkál, az már megint nem a közösség alapját gondolkozik, egy szellemi, egy lelki, egy érték, egy felettes, isteni minőséget akar egy közösségbe lehozni, hanem valami egész mást, a kis eszével az anyagba, meg a zsebekbe turkál. És azért nem is fog neki sikerülni. De mondom, a B-terv az egy fekete mágia, tudatalatti működteti a 80%-ban működésünket, és a tudatalatti az úgy működik, hogy oké, hallom a fiszkó, hogy valaki mond egy ilyet, és akkor hátul meg megszólal, nem is hallom, de működik, hogy aha, hát ha az áter, hajaj. Tehát nagyon ki van ez a történet találva, és erre nekünk figyelni kell, de mondom, nem azt kell nekünk már elemezni, hogy hány foga van a tatárnak, meg hány centis kalapot hord a disznófejű nagyúr, nem érdekel. Magunkra kell figyeljünk, ami a dolgunk, azt kell csináljuk, és a majdnem üres zsebbel is ezt meg lehet csinálni. A nulláról. Ahogy 45 után ezt az országot, vagy Trianon után lábra tudott állni, mert volt egy lelki, szellemi háttere a történetnek, háborús jóvátétellel, megcsonkítva egyéb, és néhány év alatt ez az ország utolérte Ausztriát, ugyanezt fogjuk most megcsinálni. Lesz ugyanilyen mufurcos története, a világban látjuk, hogy gyújtózsinórok szaporodnak, és már nem egy háború van, lelkesen egymást ők berakják az ágyúcsőbe, fanatizálva vannak, és nem látják meg. Két legközelebbi rokon, mint az ukrán, meg az orosz. Ugyanaz egy kamu ellentét. Ugyanúgy a következő háború, a két legközelebbi testvér gyűlöli egymást, és idáig kell nekünk eljutni, hogy azért ezt mi már ne együk meg. És hogyha nem az értelmünket foglaljuk le, hogy ő miben a hibás, meg mit, mi, meg hogyan, akkor, és ezt átlátjuk, ezeket a kis értéseket, amivel embereket ma
és már több helyszínen rakják egymást ágyú csőbe a legközelebbi rokonok, akkor ezt magyarként, ha ezt átlátjuk, és tesszük a dolgunkat, akkor mondom, lesz ennél még üresebb is a zsebünk, akkor is a vajas, a zsíros kenyéren is lehet lelki békesség és nyugalom, amiből aztán föl lehet épülni. És ugye az előadásoknak is most az egyik mottója vagy hozadéka, hogy nagyon jó elemzések vannak a disznó vájújáról, elég, nem tovább, eddig és nem tovább, hanem hogy ahogy a szkíta őseink volt, szépek voltak, gazdagok, és mindenki fölnézett rá, ezt kell lehozni egy szellemi mag minőséggel, és ez nem a német feladata, nem az eszkimói, nem az anyagnépi, ez a miénk. És a jézusi magvető példázat, ha az úton útszélére kerül a mag és süti a nap, abból nem lesz termés. És hát működik is, működött is, mindig is, most is fog működni. Jó oldalon vagyunk. Nopra zsíros kenyér, az abszolút nem probléma. Igen, ez jó. Tehát ez a pozitív fel, mi vagyunk a győztes a jó oldalon, és ezt kell nekünk felfogni, hogy ez egy nyugalmat, békességet ad, és miénk a jövő. És az a, amiről a Miklós beszélt, hogy igenis formálódik az a kevés ember, aki ezt majd képes lesz maga körül, a maga tudását a közösségnek felajánlva működtetni, és azt a lelki minőséget, pozitív hozzáállást kisugározni, mint Jézus a hegyen. Ott nem az volt, hogy gyerekek ide pár séket, és aki befizet az útra, azt viszem magammal az atyához. Én nem emlékszem. Sok ilyen van most. Ugye a tibeti halottas könyvben, értékes és nehezen hozzáférhető emberi testet kaptál, nincs idő tévútakra. Nincs, hogy aranykorba jössz velem, és csak gyere be az elemelem szisztémámba. Ugye Rábik itt elmondta, hogy a jutalékos parazita létforma egyik ága az, hogy mindenféle tanítás van, még elemelem szisztémába is. Én csak elemelem szisztém, majdnem, de magyarul, hogy egy kicsit közelebb van, hogy mit jelent valójában. Tehát ezek a tanítók, ez ebből a fehér sávból most potyognak ki. Azok is, akik extraszenz képességet árulnak, azt mindenki megkapja. 0 forintért. Meg azt, ami az új útjára neki, ami kell. És ha ezt kicsit előbbre akarok szaladni, ugye magyarban, hogy a szekeret megelőzi a kocsit, tehát hogy kicsit előbbre akarok haladni, mint ahol vagyok, nem szerencsés. Haladni kell, és megkapjuk azt, ami akkor éppen kell, mindenki, de ahhoz tényleg haladni is kell. Föl kell kelni a disznók fájújától, teremtett észet felé kell fordulni, és működik. Aztán, hogy ebből kinek mi a talentuma, én a sajátomét tudom, van két irányba, az az én gyönyörűségem, és találja meg mindenki a sajátját. Ha közösség szervezőként, ha neki olyan karizmája van, hogy jó embereket vonzani, és egy magot először, és abból egy jó közösséget majd ki tud bontani, akkor azt. Aztán, ha köré gyűjt maga köré olyanokat, aki egy-egy irányba zseniálisan megteszi az első lépéseket, ami rátartozik, akkor ő azt csinálja, és ezt kell mindenkinek megtalálni. Ha ő egy szérnával varrótűvel tud csodát művelni, arra is szükség van, ha csak nem akarunk függelevélbe a mínusz 20 fokba, vagy száriba, mint Krisna völgybe, egy zacsiba a mínusz 20 fokba. Szári nem arra lett kitalálva, hogy mínusz 20 fokba ott lebeg az acsi. Az egy idióta történet. Tehát a tűt meg cérnát úgy kell fogni, hogy a mínusz 20 fokba is, ha zsíros kell, akkor is mosolyogunk. Száriban nem tudok mosolyogni mínusz 20 fokban, mert indiánoknak van. Tehát lehet ilyen lelki mérgeket, ilyen banki embernek itt letolni mindenféle nem magyarokra tartozó ingyen hitelprogramot, meg mindenféle nagy tanítást, más világok tanítása, ami nem a magyar néplélekre,
mag minőségre tartozik. Ugye Jézus mondta, hogy az a nép elveszik, amely föladja önazonosságát. Tehát ahol nincs egy szellemi, mondjuk egyházi vezető a magyar, olyan, aki magyarként vezeti az adott irányzatot, mert most nagyjából ilyen nincs, se Krisna völgyben, se a másik, nem akarom sorolni a többit, egyik se, akkor itt már nagy a gond. Tehát ezeket át kell látni, hogy először ezt kell kezünkbe vegyük, a szellemi, az égi irányultságot kell jó kezekbe és irányba helyezni, és onnét megy aztán a többi. Mert amíg egy közösséget olyan szervez, aki a másik zsebébe turkál, még nem egy fűszálat, egy szalmaszálat nem rakott keresztbe, de már tarhálja a nem tudom ki parlamentbe, meg a nem tudom hol, felejtős. Vagy ha olyan lelki programot akar, nem tudom én, buddhistaként, meg tök mindegy miként, az semmi közünk hozzá. Az nem a magyar magminőség. Hát annyit is ér. És most van belőle jó pár, hát ürülnek a templomok. Az ugye annyi imádkozó sáskát látok most a videókon. Így van. Frankon mondom. Így van. Tehát, hogy imádkozó sáskákkal, meg az. Tógákkal, meg mindenféle szarra. De nem emlékszem, a szkitáknál az imádkozó sáska nem volt a szimbólumok között. Tehát a párduc, meg sok értékes, szép dolog volt a szimbólumok erejébe megjelenítve, de imádkozó sáska, meg levétetű, meg nem tudom én, hasonló, ilyen vérszívó parazita, meg csótány, meg kágyilló, meg nem tudom. Hát véletlenül se solymot fog mondani. Nem, az az égi szellemi minőséget hozza le túlról, az a miénk. Hát ja, nekem ez, mikor én ezt látom, már ezt, akkor azt mondom, hogy lelopom rólad. Jó, ezért ez van így. De teszi a dolgát. Igen, nem. Ezt is leszem róla föntről. De jó csinálja, gratulál. Tehát figyelj. Nem veszi észre, addig nincs. Ő besegít a disznók vájójához. Ő a tudatfejlődés legjobb katalizátora. A parazita létforma, a jóisten ezért rakta közénk. És ha a parazitát nem látjuk, ugye van egy alapmondás, hogy egy halódó társadalom utolsó megnyilvánulási formája az apátia és a tolerancia. Ha én ennél tolerálom az ilyet, hogy fiúk, lányok nem tudják, még olyan papok osztják az észt, akik az anyagba turkálnak, meg a zsebünkbe, és semmit, nem is a magyar néplélek programját osztják ide hozzá közénk, akkor ez így fog működni. És én azért mondom, zseniális, de... Ha ők ilyen jó teszik a dolgokat, és eljutottunk odáig, hogy ez nem a miénk, semmi közünk hozzá, és milyen, számunkra milyen kártékony, akkor onnétól fel. Viszont vissza kell menni az atyához, ahogy a gazdag ifjú is, és megkapta a gyűrűt, az örökség jelképét, és akkor mi is meg fogjuk kapni az atyántól, ami a miénk. Nem az ingyenhitel programot, meg az imádkozó sáska ürülékét, meg a nem tudom, hanem ami a miénk, a saját hazánkba ráadásul. Igen, Attila, az érdekes, amit mondasz, mert tényleg ott van az emberekben az, hogy szeretnének valami más csinálni, és ha megnézitek, hogy azért nagyon sok olyan hívás van, hogy valamilyen dolog ellen összefogni, vagy valamit próbáljanak, hogy ne tudjanak végrehajtani, vagy hogy ne tudjon bekövetkezni. Tehát megvan az a kör, amelyik ezt érti. Csak azt kell megérteni, hogy utána másnap mi lesz? Mert oké, eltöltök X időt, de másnap mi lesz? Tehát ezért tartom fontosnak, és én már látom azt, hogy nem egy olyan, mikor mi is elmegyünk olyan helyre, meghívnak, hogy vannak olyan közösségek, amikor nem voltunk Szegeden. Például egy fantasztikus jó közösség, nagyon jó közösség, és hogy ott is ott van, hogy megvannak azok az emberek, akik értik a problémát, összejönnek, lehet, hogy X ember az, de hát mindegyik valamiből elindul, és egyre több lesz. Na most ezek a közösségek egymás kéne segítsék. Nekem is van tervem, hogy ha valaki akar, akkor mi segítünk. Itt volt hogy majd a szódiaknak is segítsünk, a katéknak, hogy ott is ott van, minden készen van, hogy csak ott megint ki kell alakítani az érdeklődőket. És nem kell félni attól, hogy most meg ott lesz majd egy másik
Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Hát mindenkinek meg lesz a maga szerepe. Közösség, mindenkinek megvan a szerepe. Közösség. Így van, meg kell legyen a szerepe, és ezt nem szabad úgy, hogy én nem megyek el másik meghallgatni, nem megyek ide segíteni. Mindenkihez elmegyek, mindenkit meg fog hallgatni, és ott mindenki a megkérdés, még ott simán meg is fogunk szólalni, mert nincs bennem se irítség, se olyan, hogy na most akkor... Olyan. De ez a hogyan tovább, ez csak úgy tud megvalósulni, tudjátok? Csak úgy tud megvalósulni, hogy mindenki fogja magát, és egyszerűen végre valahova elkötelezi magát, hogy elindul. Elindul, és talál egy közösséget, aki olyanokról is beszél, ami hozzá közel van, akkor azt elkezd járni, elkezdi figyelni. Sőt, mert a legnagyobb támogatás maga a figyelmi energiát. Egy közösséget azt tart fönn, hogy az ott lévőknek van figyelmi energiája. És ha ez működik, és azok oda mennek, nem pedig most vagyok, aztán eltűnök utána, hát akkor az elfog, abban marad. Mert nem, én is úgy vennék, hogyha senkit nem érdek, akkor én attól még ezt nem fogom elfelejteni, maximum nem fog foglalkozni vele. De ettől még én azt, amit én szeretnék magamban, megcsinálom. De nem az a célom, hogy magamban, hanem az a célom, hogy minél több ember ebben részesüljön. Minél több ember értse meg azt, hogy én, a hogyan tovább, az nálam egyetlen egy módon működik, megmondom őszintén, az a hogyan tovább, hogy segítjük egymást. És csak ez az egyetlen olyan dolog, hogy a tegnap is fölmerült, hogy én mondom, hogy itt én 2-3 év múlva érzem azt, amikor ki fog az domborodni, hogy a közösségek egyszerűen be fognak robbanni. 2-3 év. És figyeljetek rám, hogy igazam van-e. Itt volt, akik írták, hogy amiket én mondtam, megvalósult-e, azt nagyjából igen. Van egy-kettő, ami nem, de hát nem azért nem valósult meg, mert én így akartam, úgy akartam, azért, mert van egy más, egy világrend, amelyik nem éppen azt akarja, hogy az úgy valósuljon meg, pedig mindenkinek jobb lenne, de hát ez van. Én nem vitatom, hogy különböző ilyen szervezetek milyenek, én is tudom, hogy meg lennék nélkülük, de nem mi alakítottuk ki, de nem is mi fogjuk megszüntetni. És ha valaki azt hiszi, hogy azzal szüntetted meg, hogy te most ott vagy, nem. Azzal szüntetted meg, hogy nem fogadsz el bizonyos dolgokat. És akkor ez nem olyan, hogy akkor te mi lesz veled? Hát az a elmúlt 3 év egy olyan példa volt mindenkinek, és én azt mondom, hogy aki élt azzal az érzétével, ami alapján végig kitartó maradt, az megérdemli azt, hogy azt mondhassa, hogy na, ő egy nagyon-nagyon-nagyot lépett. És nézd meg, kik magyarázzák neki továbbra is, hogy hát azok, akik nem éltek. Akik beleszaladtak hibás döntésekbe, és megint kinek van a nagyobb toleranciája? Annak, akit szid. De ez mutatja a te erődet, hogy te még azt is végig tudod hallgatni, de te meg látod, akik téged bírágat, hogy az meg, hát mindent mondhatok rá, csak azt, hogy nincs az útján, abban biztos vagyok. És a hogyan továbbnak pontosan az lenne a lényege, és az is lesz a lényege, hogy azok a kis csoportok, közösségek, kis különböző, mondjam azt, hogy ilyen kis szerveződések, rájönnek, hogy ugyanarról beszélnek, csak nem akarnak találkozni. Én meg azt mondom, hogy ez össze kell kapcsolni most. Ez össze kell mindegyiket. Tehát is ez lesz, igen. Ez egymáshoz meg kell látogatni. És nem féltékenyen nézni, hogy fú, akkor az én teritoriumom. Igenis, el kell menni. És nem leszek én attól se rövidebb, se hosszabb, hogy én elmegyek valakihez, vagy én meghívok valakit. Az előadók a legjobb példák. Aki ide jár, az pontosan tudja, évek alatt itt már annyi előadó megfordult, és nem lehet azt mondani, hogy csak egy síkú. Itt aztán mindent el lehet mondani bizonyos keretek között. Nyilván van olyan előadó, aki elég egyszer elmondja, megértettük, és nem kérünk többet abból, mert egyszer meghallgattuk. Jó volt, meghallgattuk, és az egy is nekem elég volt. De hát azt nem mondom, hogy hiba volt meghívni. Én azt mondom, hogy mindenkit meg kell hívni, hogy lásd, hogy melyikből elég egy, és melyikből 100 is kevés. Meg annak is megvannak igen, a maga értékei. A hogyan továbbot viszont össze tudom mindegyikből rakni. Milyen érdekes, hogy mindenki mondja ezt az önellátási históriát. Ezt mindig hallom. Mégis azt kell mondjam, én nem látom valahol működni, de ha működik, akkor örömmel
meglátogatnánk. De én nem látom. De ez nem jelenti azt, hogy nincs. Félelem alapú itt ez a baj. De ami jól működik, az marhára nem jó, hogy nem is tudunk róla, vagy csak nagyon kicsi felületen. Egy jó dolognak mindenhol ott kell lenni. Mint ahogy nekem az lenne jó, ha minden megnyilvánulás, minden gondolat, az mehetne nyíltan a térben, nem kéne az, hogy az ne menjen, meg megkorlátozom, meg inkább letörlöm. Minden információnak van egy fontossága, és az információknak az együttes gyűjteményéből lesz egy letisztult, lekristályosodott tanulság. És az a tanulság az azt jelenti, hogy minden előadó valamilyen szinten hozzátesz valamit, és amikor te ezt ki tudod bontani, már pedig ki kell bontani, akkor rá fogsz jönni, hogy mindegyik arról beszél, hogy csak magadon tud segíteni. Én nem tudok, rajtam is csak magam tudok, viszont ha megtanulod a technikát, vagy megérted, hogy ez működik, akkor kötelességed elmondani és átadni. Kötelességed. És addig nem tudsz, nem beszélhetünk önellátásról, amíg magunkon se tudunk segíteni. Mert akkor ott egy tehetetlen teszetosza valaki leszek, aki arra vár, hogy segítsetek nekem. Hát ezzel működik a világ így. Igen, a jó tanítás arról szól, hogy te egy értékes ember vagy, fogd föl, nagyon találd meg a saját és belső értékedet, amiben az, nem nincs. Mindenki benned az. Is van, másikba is, igen, és felemeljük. Igen, nem az, hogy letapossuk, hogy mi van. Nem érdekes, megoldjuk. De mindenki jusson el odáig, hogy ő egy értékes, nem egy silány, egy bűnös, egy jehovista, szerencsétlen, hanem egy értékes lélek, akinek feladata van leszületett a teremtés részekén, és az bontsa ki azt a gyönyörűséget, ami nem az enyém, az csak az övé, meg csak az övé, és ha eddig eljutunk, akkor nem félelem alapból csinálunk egy közösséget, ja Isten, mi lesz, ha most ez lesz, meg nem. Fordítva van a történet. Te is értékes vagy, te is, és rád is szükség van, rád is van. Nem baj, ha most kehes vagy, sánta vagy, meg nem tudom én, pupos vagy, de akkor is szükségünk van rád, és ha ezt így tudjuk tálalni, mint ahogy Jézus a hegytetőn, hogy ezt a végtelen, gyönyörű lelkét kisugározta, és az magával ragadó, az felemelő, és mindenki szeret a lélekemelő programba, közösségbe részt venni, a nyöször, pöször, meg a sirám, meg a nem tudom mi, hogy te ilyen vagy, és vedd tudom, azt menekülnek a templomjaikból. De Jézus 0 forintért körbevettek, és ez kell az eladásokon, hogy oké, ez a helyzet, de te is kell lesz, te is, és te is okos vagy, szép vagy, és hozd ki magadból a legjobbat, éld meg a legjobb önvalódat, mert ez a küldetésed, és nem az, hogy a tatárnak a fogait számolt, meg a disznófejük úrnak a kalapméretét elemezzük. Nem, egy közösséget, amit föntart, az azonos érdeklődés fogja föntartani. A szellemiség, és azért akkor hívhat, hogyha már van egy ideje, mert ki lehet írni egy nap múlva is egy szellemi műhely, na de hát milyen irányba? Tehát akkor vállalhatsz egy ilyet, ha már megvan annak az iránya, és azt fogja föntartani. Ebbe belefér, hogy színes legyen, de az irány nem változhat meg. Egy közös szellemi cél, ha van, és az nagyon egyetért fontos, nagyon emberi fontos csapat, az működni fog. Hogy figyelj, lehetsz te ilyen, olyan, amolyan, de van egy közös irány, van a teremtő, a természet, világ, abba szeretnél részt venni normalitás során. És ha ez érdekel, gyere közénk, hogy te most varni tudsz, vagy krumplit kapálni, vagy nem tudom én, kecskesajtot készíteni, nem érdekes. Hát én nem is úgy hívtam ezt létre, hogy itt nem ez, szerencsétlenek gyülekezete, meg a elszomorodott a klubja. Hát az egy borzasztó, depressziósok környezetében tegyük. Nem tudsz, mert egy depressziós vagy egy szerencsé, nem tudsz mit csinálni. Mert, mindenki értékes, és feladata nagyon, van. Nagyon. És feladata van. Ha mamóka vagy, akkor gyere is a közösségben lévő kisgyerekeket ott tereggesd, vedd a szárnyaid alá, mert erre is nagy szükség van. Szeretném látni azt a közösséget, akik csinálják azt, vállalják azt a mondatot, hanem szeretik az első embert, mikor jön, és nem örül, amikor az utolsó megy el. Ez az a mondat, amit szeretném mindegyiknek föltenni, aki szervezte, hogy mit szólsz ehhez a mondathoz? Mit szólsz ehhez a mondathoz? Meg tudod érteni ezt a mondatot? Mert ha megérti, akkor jó közössége van. És akkor ő annak tényleg szellemi vezetője is tud lenni, mert nem számít, hogy milyen nem ő hány éves, nem számít. Az első embernek tudja örülni, mert már tudod, hogy arra az időre jön, amiért az hivatott. És az utolsónak ott kell legyen benned az, hogy
nehéz is volt, meg minden van, de ott kell, legyen benne az, hogy nem jó, de már a fejedben van a következő. De miért van az, hogy meg tudom mondani, hogy kijön januárban? Miért van az? Hát az nem véletlen van. Miért van az? De én is tudom, hogy mindennek van egy kerete, egy határa, tehát azt is kell figyelembe kenni, főleg a mi az itteni világunkon, hozzá vagyunk szokva a szombatokhoz. Tudom, milliószor jött, hogy adott esetben azok a bizonyos kétnapos tanfolyamok miért nem szombat-vasárnap vannak, mert sokan vannak itt, akinek a szombatja, viszont ez egy nagyon fontos és egy jó érzés, hogy itt eljönni, és akkor is azt kellett mondjam, hogy nem akarom a szombatot feláldozni azoknak a kárára. Nem akarom. És lehet, hogy most azt lehetne mondani, hogy de hát miért nem? Azért, mert azok is fontosak. És aki azokon a napokon jön el, akkor rá fog jönni, hogy ő érte is megnyitjuk, és ő is fontos. De mindenkinek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy tudjam benne lenni abban a közösségben, és nem csak leválasztok mindenkit, na kiválasztom, na te, jó, hogy itt buknak meg a legtöbb közösség, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy az emberek szeretnek oda menni, és elsorvad az már, hogy fontos legyen a személye, hanem csak az, hogy meg tudjam mondani, hogy na most ma voltunk. Hány ilyet én látok, én nem példálózok. Nem kell. Viszont jó példáim vannak, mondom, olyanokban, akikhez ellátogatunk, és tényleg láttam, amikor elmentünk, nem csak Szegedre, nem mentünk a Nyírségbe, vagy elmentünk Győrbe is, de bárhova elmegyünk, Attila, bárhova elmegyünk, egyeztetni, most is tervezünk novemberben, ide megyünk, meg kell összehozni, elmegyünk pénteken pont a Balatonfelvidékre, aztán szombaton meg már itt vagyunk. De azt kell mondani, hogy lehet, hogy néha ez egy kicsit fárasztóbb, de az az érzés, amikor belépsz egy helyre, és ott olyan tekinteteknél, ami értelmes, amelyik méltatott, ami a bizalmával méltató eljött akkor. Vagy az egy közösség, és akkor egy időt szán arra, hogy te is megszólaljál, meg kíváncsi a véleményedre, akkor igenis oda el kell menni. És ott nem számít, hogy most ez korábban kell fölkelni, vagy mikor, és másnap meg már más kell csinálni, mert ezt csak így tudod megcsinálni. Ugyanígy vannak az utak is, hogy az utakat is lehet mondani, hogy most azért nem megyek, meg most azért nem megyek, meg most azért nem megyek, na innentől halasztódik az önálló világ. És tudom, hogy az emberiség meg fogja nyerni ezt a dolgot. Abszolút lehet érezni. Abszolút lehet érezni, hogy nem fog beválni az, amit terveznek. Nem fog beválni. Tudod miért? Mert egyre több ember fogja elmondani, hogy már pedig nem. És amikor tudja az, hogy van egy dolog a világban, és az képes összejönni akár 5, 10, 20, 30, 50 vagy 100 ezer ember, akkor egyszer össze fog jönni annyi ember, aki tudja, hogy ő önmagáért is össze fog tudni jönni. És a másikért is össze fog jönni. Akkor már nem az ügyért jön össze, hanem önmagáért. Ez a sokkal nagyobb feladat lenne összekapcsolni azokat az embereket, akik valamiért kimennek egy olyan dologért, és kiderül, hogy aki kimegy egy másik dologért, homlok egyenes másról, ugyanabban a problémában van benne. Tehát amikor azt tudom mondani, hogy az emberek önmagukért fognak kiállni, akkor van az, hogy akkor nem ügy van, hanem te vagy. Mert itt jelenleg ügyekért mész ki. Hol vagy ebbe te? Az a másik nagyon fontos, ahogy mondod, hogy nem azért megyek egy közösségbe, hogy ott mit fogok kapni, hanem egy szellemi közösséget meg akarok élni, az az alap, és utána, ha idáig már lélekminőségbe eljutottam, akkor ingyen, ellenszolgáltatás várása nélkül belerakom, ami az enyém, mert úgyis tudom, ha több is így viselkedik, már pedig ha szellemiség az alap megvan, akkor ők is így tesznek, és mindenki belerakja azt, amilyen van tudásba, munkába, időbe, bármibe, és ha plusztos mindenki, vagy nyilván a kisgyerek, vagy egy idős, az egy közösségbe a többire rászorul, de hogyha plusztos emberek alkotnak egy közösséget, akik többet raknak be önzetlenül, mint amit onnét kapnak, mind a kettő nagyon fontos, tehát egy közösségnél az is van, ha aki ott van, az oda-vissza energiák működjenek, de alapvetően akkor épül és működik egy közösség, ha mind egyénileg mindenki egy picivel többet rak bele, mint amit onnét visszakap. Mert nyilván én nem fogok magamnak ruhát varni, mert nem értek hozzá. De az a másik, az mosolyogva megvarja nekem azt a ruhát, ami számomra fontos, én meg adok egy gyógynövényes tinktúrát, a harmadik
a nem tudom miért, akkor nem az arról fog szólni, hogy ide a pénz, meg Béter, meg a nem tudom milyen alapítványi pénzt, nem ezért mentem oda. Én a kedves, mosolygós, jólelkű emberekért ezt akarom megélni közösségbe sokkal hatékonyabban, mint egyénileg, és hogyha ha pluszos emberek mennek oda, akik önzetlenül, jó lélekkel működtetik ezt a közösséget, akkor mindegy, hogy ők ki milyen egyébként, ő zenélni szeret, a másik meg a éjjel kettőkor talicskából fagyit enni, tehát ahány ember annyiféle, de a szellemiség, ha közös, akkor működni fog, és mindenki tegye oda jókedve, és nem azt nézve, hogy én most 3 centi fonalat adtam bele, meg nem tudom mit, ő meg csak egy nem tudom mit. Mert nem így ezt működik. Ezt mondtam el tegnap, és nem ugye? És nem úgy működik, hogy enyém a terület, és aki idejön, az leborul, és engem áll, és akkor én onnétól hátra burulok, és akkor, mint a bécsi tüntetésen ül egy hölgy, és körbeveszik a hódoló hölgyek, meg hasonló, vagy Krisna völgybe, meg máshol, meg a... Nem. Hanem lehet, hogy valaki majd a területét tudja beadni, de egy közösségnek van, mi az a szellemi dolgait. A közösségnek sok, mi az alapja, a valós hát, tudás, igen. Ami manifestál anyagiakat. És hiába van nekem terület, ha sík hülye vagyok, mert 3 diplomám vagy nem tudom, de semmihez nem értek, csak jól összeloptam azt a pénzt, amivel most nekem így úgy valami területem van, vagy ha nem loptam, de ha én ezt tudom bele, akkor rakjam bele azt önzetlenül, de nem úgy, hogy aztán majd engem ott pelenkáztatnak, meg böfiznek a többiek, mert az olyan demoralizáló, hogy az a közösség csak idő, és menekül ki, merre lát. Erre szoktam mondani, Attila, azt, hogy azért hiányolom, ha nem jönnek, akik már régen bejárnak, mert nagyon jó, hogy mennek mindenhol, de mindenki vitt innen valamit, de hozzon is vissza valamit onnan, ahol jár. És akkor ez egy olyan nagyon jó kis áramoltatás. Tehát én föl sem merül bennem, hogy itt mindig ugyanazok az emberek ülnének folyamatosan, és nem megy sehova. Aki ezt mondja, az eléggé csak egoista dolgokat akar, hogy csak az legyen, ami ő. Ott másról van szó. Én azt mondom, hogy azért örülök, ha látok régieket is, meg újakat is, mert ez egy áramoltatás. Mert ő is megy egy másik közegbe, igen. És akkor ő elhozza azt, amiből ő addig volt. És egymást építik. Hát csak így működik. És ez lesz az a pont, mert én most is mondom, mert nem fogadásképpen nem tudják legyőzni az embert. Nem tudják, mert van, és az embernek akkor van meg ez a lehetősége, ha végre használja a belső sugallatát. Ezt ha tetszik, ha nem, erre nem fognak adni oktatást, erre nem fognak semmit adni, erre ne várják képzést, erre ne várják semmit, ez egy veled született képesség. Lehet tanítani meditációt, lecsöndesedést, mindent. A most belső hangodat nem kell tanítani. Most még szagánnál jobb sugallat nem kell. Tehát itt most mindenhonnét ez árad. Igen. Az intuíció az, ami tetszik, elvezet, hogy te itt ülsz. Tetszik, nem tetszik. Az vezet el, hogy nem mész el. Az vezet el, hogy érzed, hogy amit hallasz, az borzasztó. Minden az intuíció. Na, de ha az intuíciót tudod használni, azt is tudod használni, mi a megoldóképlet. Mert az intuíció megoldó képletet is ad. Nem csak azt hallod, hogy para van, itt ott tanul, ez, adja neked a megoldó képletet is. Na tedd föl a kérdést, abban a pillanatban meg fogja mindenki érteni, hogy ő a megoldás, mert az intuíció neked adja a megoldást. Belőled jön, neked adja, és neked kell megtenni. Az, hogyha azok a megoldó képletek, a megoldási panelek azonosak több emberre, az azt jelenti, hogy az egész közösségnek ez egy hasonlóan működni fogó dolog. Hát így tudják lerombolni az embereknek a világát. Így volt az, hogy elvezették inkább anyagi világban. Az anyagi világ viszont az elmét hozta abba a helyzetbe, hogy mindenki ugyanarra ráhangolod, hogy ha van a sok pénzed, akkor megtetsz ezt, és ehhez jött még egy kis hatalom is. És a hatalom meg a pénz hozott egy olyan szép állapotot, hogy végén már nem számított semmi, csak ez. Az intuíciódban nincs hatalomvágy, nincs anyagi vágy, nincs semmit, egyetlen egy van, miben érzed jól magad, mert az intuíció eleve a forrásból jön, a forrás pedig nem anyagias. Sokszor mondják, tudod, hogy Jézus, mert néha olyan érzésem van, hogy beszélt egyáltalán Jézus ennyit, mint amit idézik. Érted? Vagy meg mit tudom én, biztos, hogy elő fognak kerülni olyan anyagok,
hogy Jézusnak sokkal több dolgát meg fogunk ismerni. Én abban is biztos vagyok, hogy nem véletlen van az, hogy az antikrisztus történet, és na most például, ha valaki nem az intuíciával él, az úgy be fogja nyelni, mint ahogy kell. Az is először jótevő lesz. A csodát nem fog csinálni, csak szépen fog beszélni, csoda nyelven lesz. De úgy be fogja nyelni, mint a fény. Tehát az intuíciót, ha már használó ember, nem véletlenül. Nekem küldtek egy videót, csak nem tudom megosztani, hogy egy koncert elindul, és a végén az egész háttér, már az minden ott van, és ott teljesen az egész stadion befette. Fantasztikus látvány volt. Fantasztikus látvány. De nem lehet megosztani, mert olyan formátumban küldte, hogy ezt nem pedig nagyon kitenném, mert ez az, amikor holografikus kivetítés van. Amikor az intuíciód már nem számít. Amikor már nem használod, amikor már csak el vagy a váratlanság, amikor az élményeket nézed. De rájössz arra, hogy igazából olyan, mint a Matrix. Eljutottál a falig. Egy műsor kapja. Az a műsorod része lesz. Hát ha meg tudom ezt még osztani, műsor, magyarul. Igen. Egy művilágot sorozatosan tudod. Így van. Az intuíció lesz az, ami pontosan fog tudni téged megóvni, és lehet, hogy nem hisz benne senki, de nem véletlenül mindig ez az egyetlen, ami működik. Nem kell összetéveszteni semmivel. Az tisztán. Tisztán tudod, hogy ki az a... Megmondja neked, hogy az ember, amikor meglátod először, és amikor megölelsz valakit, benne van a szemibe. Igen. Ott van benne. Hallottam én, hogy azért nem kell ölelkezni, elmegy az egész nap vele. Egy hülyeség ez mi? Ostobaságokat. Hogy azért nem ölelkezünk, mert elmenne az egész nap. Mi a marhaság? Hát itt hány embert ölelek meg, amíg bejön, azt mondja, hát amíg bejön, az alatt föl is jön. De én már rég ott vagyok len, a kapunál, ő meg már fönn van. Na, milyen napmented? Ezek kifogások, ezek mellébeszélések. Aki ilyet mond, azt nem kell komolyan se venni, hogy ő olyan. A maszkal is, az ugye, tarts távol a 2 méter, igen. Ez minden. Az ölelés, az tipikusan az a dolog, amit ha belenézel a szemibe, összetalálkoznak az aurák, és abban a pillanatban leveszed, hogy hát lehet, hogy nem is kéne neked idejönni. De beengedett, de érzed ott rögtön, hogy ezt akkor láttad először és utoljára. Volt itt már annyiféle ember, meg láttam már annyiféle embert, és nekem tudjátok, melyik egy nagyon jó hely, amikor elmegyek és lepróbálom, hogy milyenek az emberek, elmész egy bevásárlóba. Mm. Ez nem csak az aurák, hanem maga az egész hamisság ott van előtted, és ha figyelsz, akkor rá fogsz jönni, hogy mekkora illúzió, meg Matrix az egész. Érted van, de igazából közönybe vagy. Ha ott te összeesnél, vagy bármi, tovább lépnek. El tudod te képzelni ezt ebbe a közösségbe? Ott volt a holdvilág áróban, valaki elesett. Addig nem mentünk tovább, ameddig nem állítottuk föl. És meg is köszöntek, küldtek, mert ez normális. Azt mondta, hogy ez a normális. El tudod te képzelni a bevásárlóba? Hogyan már? Ne viccel, vannak. Átépnek. Mert a világ ma ezt sugallja, hogy... TB kártyán nála volt? Ja, igen. Hát csak úgy. Igen. Hát azért mondom, hogy el tudjátok képzelni, hogy itt ez így megtörténne. De vagy a többi közösségben, amiket jár, ugyanilyenek vannak, és csak azt látom, hogy egyre több közösség legyen. Ettől mi még ezeket a napjainkat meg fogjuk tartani, és kívánom mindenkinek, hogy sikeres legyen. Mert ez jó, és akkor lesz az, hogy nem tudod, hogy melyik irányba fogsz lépni, azt én majdnem biztosra tudom, hogy lépni kell. 2 év? 2 év? Érzésem van, hogy melyik irányba, de nem sugdosok. A kényelemből most... Nem. 2-3 év van. Nem. Mert az mindenkire fölkészülés lesz. És annak a helynek is fogadóképesnek kell lenni. Elmondom, annak a helynek is föl kell készülni. De az hely fölkészül erre. A szerelemnek most a legalsó szintjét éljük meg, először a kényszer. A kény elemből, az eleméből átlépünk a kényszer, ugye a szer, elem, szervezet, stb. Annak a legalsó minősége, amikor szépen fölemelik a ülepünket a disznók vájójától, és már nem lesz tovább. Hát igen, és ez a kényszer. Ugye a magyarban ott van, minden ott van, meg kell tanulni magyarul, értelmezni, hogy egy kicsit még itt lehet tapicskolni a másik zsebében, meg
meg a pénztárcájába, a közösségi elveket hangoztatva, meg sokféle hamissága, ilyen műembereknek mindenhol ez megy, aztán lesz egy, hogy eddig és nem tovább, és aztán a kényszer. Azt lesz, aki akkor sem emeli az ülepét, az meg úgy jár, nem velük kell foglalkozni. Aki föláll és keresi a helyét, az meg is fogja találni magyar emberként, magyar nyelven, magyar néplélekkel, ez nem fog nehezünkre esni, úgyhogy... Hát figyeljetek, én csak azt tudom mondani, ha azt nézem ennek az egész közösségnek a létrejöttét, azért szívesen elfogadott minden bírálatot, meg kritikát, higgyetek, szoktak adni küldeni. De mindig az volt a válaszom, hogy te meg tudnád nyitni az otthonodat? Meg tudnád nyitni? Azt tudnád mondani, hogy el tudod fogadni? Tehát nagyon szereted az embereket, tényleg? Meg tudnád nyitni az otthonod? El tudod kezdeni, hogy a fürdőszobát használják, az összes helységet használják, az edényeidet használják, és még akkor nem is használják, hogy még gondoskodsz arról is, hogy abban az edényből olyan dolog jöjjön ki, amit ő szívesen eszik meg. El tudod kezdeni? Ha ezt csinálják, akkor már jó úton van. Nem az a műmájelség, hogy fogom magam, és akkor hát kibérlek egy helységet, és akkor tolig, és akkor ott már áll az ember, 10 óra van, nálag, hogy nem várják otthon, nem akarnának meg hazamenni. Én tudom, hogy ez olyan dolog, hogy persze, hát nem mindenkinek van meg a lehetősége, de azt mondom, hogy akinek megvan, az miért nem csinálja? Tehát nem arról beszélek, akinek nincs olyan, és 30 négyzetméterben lakik, vagy olyan közösségben lakik, a családban, ahol nem lehet megoldani, de hány olyan van, aki meg tudná csinálni, hogy szarik rá, nem csinálja, de beleírogat minden marhaságot a profilokba. Értitek? Azokhoz szólok, hogy csináld meg, akkor lehessen elmenni hozzád, és akkor ott is ott el lehet lenni, és akkor el lehet mondani, hogy nem unatkozol, hogy nem csak szellemi táplálékot, hanem fizikait is, miután azért el kell tölteni időt, hát azért nem igaz, hogy nem kell hozzá fizikai háttér. Ne, ezzel nem törődés van. Tehát nem azokhoz szólok, akinek megvan a lehetősége, de nem teszi meg. Miért nem teszi meg? Mindenki azért, mert az egója nem engedi. Hát az egója nem enged, ez az én várom, az én házam, oda falat húzok. Nem engedi. És az az első igazi, amikor te azt mondod, hogy én honnan tudjam, hogy szombaton ki fog bejönni olyan, aki... Hát ezt megnézem, hogy az elmúlt időszakban már hány ember jött be, és tudom, hogy sokan tudjátok, hogy ez nem kis kihívás. De mi mindig vállaltuk. Mindig ugyanígy ülünk, és mindig azt mondjuk, hogy rajtunk múlna, akkor sokkal nagyobb teret is megnyitnánk, hogy mit tudom én, kényelmesebbé tennénk bizonyos szituációkat, de én úgy gondolom, hogy nem azért, hanem az a célom most, hogy tudnék ide kétszer ennyit betenni, meg háromszor ennyit, hanem az, aki itt van, az érezze az, hogy neki, ha ide jön, akkor nem egy kinézett ember, nem az számít, hogy honnan érkezik, teljesen mindegy, ő abban az időben még itt van, akkor érezheti, hogy nem csak az előadóval közvetlen találkozik, hanem egymással, és az biztosítod egy ilyen helyen, hogy egymással kialakulnak kapcsolatok, beszélgetés, barátok lesztek. Tehát, hát már itt emberek úgy jönnek be, hogy szia, de nem láttalak. Akit nem látok, az nekem hiányzik. Hát mutasd nekem egy olyat, aki üzletszerűen csinál, hiányzik-e az, aki megy oda. Egy francot, az hazudik. Dehogy is. Csak üzletet lát benne. Nem hiányzik. Hát ha hiányzik, akkor nem a millióébe... Ez nem a Lurdi ház. Ne viccedek. De figyelj, elfogadom ezeket az előadott embereket, mindiget elfogadom. Miért ne? Hát annak is van jogosultsága. Soha nem tud versenyezni egy rendezvény egy olyannal, aki a saját millióbe viszi. Aki ezt mondja, az nem érti. Ha ezt nem érti, akkor alapjában azt se érti, hogy az miért ilyen. Soha nem tud versenyezni. Azért, mert ott önmagában saját magát is meglépte, mert aki oda behív embereket, az azt jelenti, hogy ő számol azzal, hogy az a tér nem csak az övé, hanem mindenkié. Átfindi valakit, elhívni valakit, mit tudom, egy rendezvényházba, vagy mit tudom én, ki a pusztába, az erdőbe, ezt mi is megtesszük, kimentünk, és nagyon jó volt. De hogy ebből áll nekem a közösségi élet, hogy elviszem valahova, és akkor tol-tolig, hát gyerekek, az biztos, hogy nem az emberekről szól, de viszont el lehet jól adni. Na, ez az, amit azt kell mondjam, hogy jelentős változás. Más lelki minőség, és látszik is, hogy azok a történetek meg bótok meddig érnek és meddig jutnak.
Van ilyen, Attila, van ilyen sok. Hát itt nézegettem, hogy hány rendezvény van. És volt, aki hívott, és akkor néztem, megkérdeztem, és hol tartják, hogy ebbe a művelési házba jó van, és ez mettől meddig van. Csak az abban ez a lelki minőség egyre inkább kiteljesedik. És nagyságrendel megkérték az árát, gyerek. És a WC-n kívül nem használta semmit. Nagyságrendel, megkérték az árát. Az, hogy te szomjan pusztulsz, éjjel pusztulsz, az kutyát nem érdekel. Kimehetsz, x ezerért vehetsz majd. Hát de, hogy? 3-4-5 ezer forint egy tányérleves. Az a lényeg, hogy az, ami meg van csinálva, az is úgy van megcsinálva, hogy gondoljunk arra, hogy van, aki ezt teheti, azt szereti, ezt szereti. Hát jó, mi is tudjuk, hogy van egy keret, amiben... Tulajdonképpen ez olyan, mintha egy családba jönnél. Ja. Igen. Hát gyakorlatilag azt próbálom le. És elmondom nektek, büszkén merem mondani, hogy az elmúlt időszak, amit csináljuk, és azt merem mondani, hogy vállalhatóan szívesen találkozik tőletek nagyobb körben is. És nem hazamész, hanem behúzod, de mindig meg lenne a feladata például egy olyan közösségben, hogy kicsinálnál meg azt a közösségi teret, hogy este ott ki lesz. És akkor ugyanúgy hívhatsz oda bárkit. Hát csak az nem megy már, nem megy el, hanem ott van veled, és téged tölt. Mi a lényeg egy közösségnek? Nem az, hogy kapál egész nap a kertbe egy szar, hanem az, hogy együtt van este, és megbeszélek mindent, együtt örülnek, együtt találnak ki dolgokat, és együtt örülnek ebben a dolgokat. Figyeljetek, mit mondok állandóan? Az igazi közösségek igen, mindig kör alakulnak. Ezt számolták fel a falunk. Hát igen. A közös, hát meg kell nézni ott a Zimbabwe-i, ami a 500 ezer éves, amit bemerdek mondani, hogy 500 ezer, jó. Nem 6 ezer. Nézzek, kör alakú, hogy a fenébe van ez? És állítom, hogy nem így nézett ki az, mint ahogy ma gondolunk. Hát csak az most minden van tarolva. Hát nem tud, én nagyon szeretem az ősi dolgokat, ősi civilizációkat, és feltett szándékom, hogy még ebben a megtestesülésben egyszer eljutni Irakba, mert az egy nagyon fontos dolog, az a Uruk, meg ez a környék, mert fontos lenne. Azt is lehet látni, hogy ott lévő hadsereg az milyen érdekes, hogy milyen sok időt töltött az úri cikurátba, Enlil templomában, meg Enki templomnak maradjuk a építményében. Jó? És hogy miért kellett onnan elvinni mindent, ha az nem ér semmit? És miért nem lehet oda? Az a terület számomra egy olyan célpont, ami az első között van, hogy el szeretnék menni. Nem tudsz elmenni, mert az mindig olyan terület, hogy ugyanígy az egész keleti régió, és nem azért, mert ami különleges, hanem tudom, hogy nagyon sok olyan dolgot ott meg lehetne találni, amit a magyarok pontosan meg tudnának magyarázni. Tehát a mi nyelvünk, és itt jön vissza az írásunk is, pontosan választod azokra a dolgokra, amit ott rögzítenek. És meg tudnánk mondani, hogy mi az. És ha ezt értené mindenki, mondja te is, mi a véleményed erről. Hát ezért mentek ezek a katonák oda, hogy minden 6000 év előtti emléket ott eldúzerolni, és akkor el lehet mondani, hogy ők itt a univerzum megállna nélkülük, nem igaz egy betű belőle. Ugye Saddam Hussein ezért mondta, hogy a magyarok egyszer még büszkék lesznek azokra a tárgyi emlékekre, amit majd, ha ő megoszt velünk, akkor és bemutat, akkor, mert az is mind a miénk. Ugye Ur a főváros, és sumereknél az egy bekerített területet jelent, amikor uralok egy szellemi vagy területet, és a nyelvük is... Népur, bár mondjuk az Enlil városa. Hát az Napur volt eredetileg, tehát egy-két betűt kell csak kivenni, elcserélni, és már magyarul, meg semmilyen nyelven nincs értelme. Az Napur, tehát az isteni nap minőség, ugye napon keresztül lejön a földre, és azt, mikor uralom, egy városállam keretein belül emberi közösségben működtetem, ez volt Nippur, Napur. Jó. Úgyhogy ezt kell visszahozni, ezt kell működtetni, ez a miénk is, és menni fog, és ehhez a... Ugye, hogyan továbbnak az a lényege, minél több közösséget, minél több közös gondolatot, és minden, én biztos vagyok benne, hogy az emberiségnek nem az lesz a végpontja, mint amit terveznek. Én biztos vagyok ebben. De ez egyéni fejlődés, egyéni történet. Nem nekem a történetem.
mindegyikünkért. Biztos vagyok benne. És hogy ezt nem lehet, nem szeretett alappal megcsinálni, abban biztos vagyok. Tehát az alapja annak az, hogy ti eljöttök ide. Alapja az, hogy én szívesen megyek-e bárkihez. Az alapja az, hogy egymást elfogadják az emberek. De csak azt tudod elfogadni, ami veled azonosan. De állíts föl te egy értékrendet magaddal. Te magad vegyél egy értékrend. Ha ezt te pénzalapra teszed, abban vannak, mindig lesznek kihívóid. De ha nem pénzalapra, akkor ahhoz be tudnak állni. Mert ha pénzalapra megy, akkor azt jelenti, hogy mennyi van éppen kinél, minél, azt megnyeri egy másik. Én úgy érzem, hogy inkább az értékrend, hogy mit tudsz te nyújtani az embereknek, hogy az emberek szívesen jöjjenek el hozzád. Mit tudsz te nyújtani az embereknek, hogy az emberek megértsék azt, hogy veled jó lenni, meg azokkal az emberekkel jó lenni, és amikor nem vagy velük, akkor neked is hiányozzon már, hogy el tudj oda jutni. Tud-e hiányozni neked az, hogy nem vagy ott? Ha ez tud hiányozni, és tud-e hiányozni neked, hogy azok nincsenek ott, ha ez tud, akkor te jó dolgot csinálsz. És itt nem arról szól, hogy kinek ennyi pénze van, meg milyen, miben lakik, meg miben jön, milyen autó van, mit tudom én. Nem, ő a személye, tehát ő az, ami ő. Tehát ami megjelenik, akkor jó látni. És ha csak egy hónapban egyszer tud megjelenni, akkor is jó látni. Ha mindig látom, akkor is jó látni. Mert nem a mennyiség határozza meg, hanem az ő minősége. Mert ő jó, őt jó látni. Hát én itt mindenkinek vannak dolgai, meg ügyei, meg mondjuk azt, hogy problémái, de nem a problémát látom benne, hanem őt. Mert igazából azt tud nekem örömet okozni, ami neki örök. Az, amilyen ő. Hát bizony. És az nem anyagi kérdés tesz. Az rögtön nem. Ezt nem lehet tanítani, ezt nem lehet, mit tudom én, rágyúrni, nem lehet semmit csinálni. Ez te benned van, ez áramlik, ez jön, és az az érdekes, hogy nem tudsz elfáradni benne. Érzed néha fizikailag, mert mit, hogy ne éreznéd? Fizikailag megérzed ezeket. De mégis ott van benned, hogy szívesen töltöd ki azt a napot, hogy akkor mi lesz a következő. És pontosan tudom, hogy mi a következő. Pedig nem tudom, hogy ki fog jönni rögtön. Nagyjából egy néhányokszorul tudom, hogy ott lehet számítani rá. De a többi is eljönne, ha olyan lenne, nem? Na de mindenkinek örülj, annak is egyszerű, meg annak is mindig jön. Na itt a lényeg ebben. Hát, ha valaki azt szerint csinálja egy közösséget, hogy az ő elvárásai legyenek, nem az elvárásoknak kell megfelelni. Biztos, hogy nem. De én mindenkinek azt javaslom, hogy csinálj egy közösséget. Csináljon az, aki nagyon-nagyon ott van, hogy ő tudja a tutit, ne olyan közösséget, ahol mindent aláraknak, vagy mit tudom én, csinálok egy csoportot, és akkor én nekem vesznek egy házat, és vesznek egy telket, és akkor én Istent játszok, és akkor én mondom a tutit, hogy kell élni, hogy kell gondolkodni, de igazából ő mi ebbe? Mert mindent, ami ott, azt adták. De van neki valami, és ez visszatérek megint oda. Behívod-e az embereket, amiben te vagy? Vagy az csak a tied? Na, ott kezdődik a mutatvány. A saját milliódbe tudsz csinálni egy mindenki számára kiszámítható értékrendet, illetve egy program folyamot. És ez mindenki számára kiszámítható. Meg leírom előre, jelzem. Nem azt jelzem, hogy mit fognak mondani, hanem hogy ki lesz, aki fog valamit mondani. Hogy mit mond, én nem tudom. Azt sem tudom, hogy ki fog ide érkezni. Azt tudom, hogy viszont, ha megérkezik, akkor ő ugyanazt fogja kapni mindig. Hát akik ide járnak, és ezek nehezebbek nekünk, amikor így két egymás utáni nap van. Ez mindenkinek megint azért is tudom, hogy hozzá vagyunk szokva, hogy mennyien vagyunk, meg hogy vagyunk. Amikor így adja az élet. De ez a mostani, ez egy... Hallottunk egy olyan előadást, amiben azt mondom, hogy jó volt lenni. Viszont összehoztunk egy olyan beszélgető Attilával egymást, mert nem tudtunk nagyon leülni. Nem? Mert mindig elment az idő. Na, hogyne. Persze, hát múltkor is az volt, hogy úgy kellett felébreszteni a csapatot, meg magamat is, de azért összejött, és
És ez egy gyönyörűség megélni, hogy egy ilyen közösségben mindenki hozza maga mosolyát, meg maga értékes tulajdonságait, és itt nem egy emberről, meg kettőről szól egy ilyen rendezvény, vagy egy közösség, hanem az embereknek a közös ég alatti egy helyszínen való működéséről. Nyilván megvan mindenkinek a maga szerepe, hogy ő neki ebben mit kell belerakni, de ha ezt így működtetjük, akkor az egy gyönyörűség, hogy van egy előadó, aki hozza a saját aznapi dolgát, ami rá van szabva, és mondom, e felé kell elmenni, hogy azt érezzük át, hogy ha neki ennyi érdekes dolga van, akkor nekem ugyan mi adatot. Mert én csak úgy leszülettem, hogy azt kell tátsam mások dolgain a számat, és hogy hű, ez is de jó, meg az is de érdekes. Na, de én mit tudok? És hogyha eddig eljött mindenki, hogy hát akkor talán én is valami értéket ebbe a világba tudok képviselni, és ha maga lelki mélységet egy kicsit átéli, és elkezdi működtetni, akkor már van értelme az egésznek. Hogyha ezt a pozitív minőséget az előadó, a házigazda, meg egy közösség megéli, közösségi szinten, akkor az újonnan érkező is így úgy fog elmenni építkezve is, és kicsit egy fokkal magasabb állal és kihúzott egyenes gerince, hogy jó volt itt lenni, jó volt valami szép dolgot megélni, és ha hazamegy, akkor keresse meg otthon is, hogy ő neki otthon, a maga világába ebből mit tud kibontani, és ha azt visszahozza legközelebb, akkor meg rakja bele így, úgy, amúgy. Lehet, hogy valaki egy üveg lekvárt hoz, a másik egy tök mindegy mit, vagy csak a mosolyát az elején, de hozza el, mert szükség van rá. Az előadónak is, a házigazdának is, meg a többi jelenlévőnek is. Nem könnyű megcsinálni. Igen. Azért nem könnyű megcsinálni, mert hiába akarsz te valami jót csinálni, amikor a környezet az azért mindig próbára tesz, mert ugye minden, azért láthatóan minden nem olcsóbb, hanem minden sokkal drágább. És ugye nekem megjelent egy másik probléma, hogy most már egyre jobban odafigyelek, hogy mi legyen betéve. Tehát, hogy az, amit itt teszünk, azért minél kevesebb olyat tartalmazzon, amit nem igazán örülök, hogyha van benne. Nyilván nem tudjuk még kiszedni, nem tudjuk megszüntetni 100%-ra. Ennek egyetlen egy oka van, hogy minden szegmense nincs meg ma az a kör, amelyik azt garantáltan elő fogja tudni állítani, de hát ez a cél. De hogy itt egy-két termékben megkezdjük, hogy idehozzuk azt a kis saját termék dolgokat, a saját közösségéből, a saját... Is, igen, hogy egymás segítjük, hogy aki valami szép dolgot csinál, akkor ne a szemetet vegyük meg, hanem attól, aki ezt magyar lélek szerint szépen megcsinálja, hogy az most méz, vagy befűt, vagy tök minden. Én azt mondom most is, még ebben a videóban is azt mondom, hogy valakinek van olyan, amit ő csinál, tehát garantáltan nem valahonnan viszont elad, bevettem jó nagy tételbe, és most eladom, ami tiszta dolog, ami ő hozzá kötődik, nyugodtan jöjjön el, keresse meg, hozza nekem, biztos, hogy adunk teret neki. Egy közösség erről is szól. Nem csak egy szellemi táplálékról, hanem egymás működtetni, áramoltatni az energiákat. Meg akkor be tudjuk mutatni azt, hogy nem csak azt mondjuk, hogy ne egyél olyat, amit ne adjál olyat akkor, amit te sennél meg. Na de hát ez el kell jutni. Hát tovább, a következő lépés, hogy akkor itt van, és ezt meg akkor lehet. Hát igen, meg az, hogy állandóan azt nézem, hogy hát most jön a tél, akkor az mennyi rezsi lesz, meg mennyi... Tehát nem segíti a közösségeket ma a világ. Ez egy nagyon nagy tévedés. Nem segíti. Nem. De ezért kell nem segíti. Jönni, hogy ezt a negatív elmeprogramot... Na de amikor nem jössz el otthon, akkor téged segít az a valami? Otthon fogsz ülni a hűvösebb dologba, az unalmadba, a depresszióba, a média borzalmaibat hallgatva. Hát ez az, amiért fontosak, és én ezért támogatok minden olyan kezdeményezést, ami egy kicsit hasonlóan. De látod, működik, mert egyénileg eljutnak emberek oda, önmaguk, hogy eljönnek ide ebbe a közösségbe, vagy hasonlóba, akkor már megjelenik egy közösségi minőség, és utána megint a következő fázis, hogy a közösség értékei, akár méztermelőként, vagy bármiként,
meg az a következő lépés, hogy már az kezd be működni. Hát bármit hozhatnak tehát tőlem. Ezek lépcsőfokok, ehhez hát idő kell, de pont azért van az, hogy még van annyi időnk, hogy ezeket elkezdjük megélni és egymást közt működtetni, mert egy közösség erről is szól. Tehát nem csak égi malaszt, meg hogy szépek legyünk, meg okosak, meg aranyosak, hanem a nyilván a lelki-szellemi táplálék mellett szükség van az anyagira is, és hogyha egy közösségbe kell legyenek olyan emberek, nyilván akik ebbe jók, akkor a közösség egymás dolgait értékelje és működtesse is. Tudod, mi lehet egy jó közösség? A Györgyikének a lányáék üzemeltetnek egy ilyet. Biztos. Sőt, hát ott már oktatnak is. Nem, azért mondom, én például csak abban a részben, hogy vannak előállított produktuma, mondjuk fogyasztani valamit, akkor ahogy már megjelent, ugyanúgy mindenkinek biztosítom, és azt tudom mondani, hogy aki vitt már belőle, az úgy jön vissza, hogy ez jó volt, ez nincs átverve, nem az, hogy itt egy hokkusz-pokusz, hogy persze megettem, és utána minden bajom volt, nem, az olyan. És akkor még mennyi ér? És mennyi jött hozzá? Hát a nem tisztát drágábban veszem. És akkor megjelenik a sikerélmény, hogy látom, hogy na, ennek a mondjuk néztermelőnek elfogy az áruja, van értelme a munkájának, nem ingyen kell leladni a gazdaságosnak, meg a nem tudom kinek, hanem tényleg értéke. Hogy nem abba, nem milyen, adja abba például, hogy hanem van értelme megcsinálni. És ha azt látom, hogy ő sikerül, mert ide jön a közösségbe, meg hasonló, akkor esetleg még egy motiváció arra, hogy akkor én is csináljak valamit, mert én meg ehhez értek, akkor lehet, hogy én meg ezt tudom a közösségnek felajánlani, hogy figyelj, egyelőre még ugye sajnos ebbe a pénzügyi keretbe, de normál áron, korrekt áron és jó minőséget, amit közösségen kívül nem biztos, hogy könnyen be fog tudni szerezni, és akkor minden szinten, anyagi, szellemi, lelki szinten ez elkezd működni, és egyik székláb, ugye a három székláb, a test, lélek, szellem egymást, ha erősíti, akkor egyre biztonságosabb, erősebb ez a konstrukció, és egy közösség tulajdonképpen három lábú székláb székként is felfogható, hogyha minden székláb helyén van és jó, akkor az tartósan működni fog, de ha mint ez a B-ter, meg egy csomó másnál, hogyha az egyik tag már az anyagi széklábat ott elkezdi rácsálni, és a zsebébe dugva hazavinni, akkor az a székláb inogni fog, és el fog dőlni, és az a közösség nem is fog működni. Mert el se jut odáig, mondjuk, ha már az elején valaki így próbálja szervezni, hogy az anyagiakba turkál, közben még senki nincs, nem is működik senki. Tehát ki fogja ez magát forni, az emberek nem buták, látják, hogy a lelki minőség, hogy ki mellé érdemes odállni, és legjobb nyilván a saját világába, családi, meg lakóhelyi szinten kell lesz majd, és ez is ki fog alakulni, mert jön a kényszer, és figyelj, annyi és működik. Van, akinek meg lenne a lehetősége, meg van olyan lakása, vagy van olyan terület, ahol ezt meg lehetne, hát szándékkérdés. Attila, ezek mind szándékkérdések. Működni fog ez. Nyilván a legvadabb és a legnagyobb kihívás az mindig, amikor a te közvetlenbe teszed benne. Mert van egy ház, ami úgyse használsz ki, az is jó dolog, persze, az is jó dolog, de képzeld, amikor te minden nap érdbe beteszed. Erre lehet azt mondani, hogy jó, de hát ki kell próbálni. És csinálj be egy rendszert. De az úttörők mindig ilyenek, hogy ők már olyan szinten képviselnek valamit, hogy önzetlenül ezt meglépik, és aztán majd a jó példa ragadós, nem csak a kosz, tehát lesz majd követő, és lesz. És most is vannak, ez jó. Ne, már vannak. Ne. Sőt, mi több, én ajánlom is azoknak. És akkor nem azzal kell az úttörőnek foglalkozni, hogy egyedül vagyok, vagy ketten, vagy hárman is. Nem, ha ő azt elég, mint Jézus is, jól csinálja azt, ami neki a dolga, nem akkor azzal foglalkozik, hogy ezért mit kap, állami támogatásba, vagy mennyisége jön a nem tudom én, a tizedként, vagy ilyen baromság, hanem teszi a dolgát, és ingyen megtelik a hegyi beszéd során az a terület, és magával ragadó. De nem azzal magával ragadó, azon agya, hogy ja Istenem, most nekem ide a buszjegyen mennyibe került, ja Istenem, én most mit teszek bele ebbe a történetbe, hanem beleteszem, nem tudom, hogy
nekem ez miért jó, csak érzem, hogy nekem ez jó, teszem, csinálom, és működni fog. És ezt valaki minél inkább lélekből látja, és nem anyagi szinten, akkor az annál működőképesebb lesz. Hát ez a hogyan tovább a válasz, hogy elő indítsd el. Indítsd el. Amiben, csináld meg. Ami neked hogyan adva tovább, van. Csináld meg, és abba hozd, oda fog verbúválódni egy község, illetve azok, akik oda találnak, mindenkinek. Megtalálják maguknak azt az értéket, igen, azt, amiért oda tud menni, amiről számíthat, nincs átverve másnak, következő már tök más van, hanem megtalálja, na ez az a dolog, ami, és utána ezt ki lehet szépen majd úgy szélesíteni, hogy összekapcsolódni ezekkel. Ez hozza magával. Csak az a lényeg, hogy az a mag minőség, az tényleg jó mag legyen, ami ki tud csírázni. És hogyha az elég jó az az ember, aki azt elindítja, és maga köré gyűjti azt az egy-kettőt, az a egy-kettő a tizet, és a tíz meg a sokaságot, mint mondjuk egy Jézusnál, akkor az magával ragadó. És működik, és működni is fog, mert olyan mélységek jönnek most, meg vannak is, és a történelmi tapasztalat is ez. Magyar néplélekkel ezt meg, ha erre hangulódunk rá, és nem az agyunkra, hogy ebből milyen okosság, miért jó ez nekem, fogalmam sincs, hogy nekem miért jó, ha én ide jövök előadni, és mesélni. Hát szeretettel fogadnak például. Mert szeretettel fogadnak. Nyilván. Kírom a neved, az már nyilván, akkor nem nyilván, az, hogy de nem az, nem az ki tudnék én olyan nevet nézni, hogy ember nem akarna bejönni. Oké, de nyilván, miért hozzak ide ilyen? Nem a bukszámat kezdem el számogatni, hogy mekkora bukszát hozzak ide, hogy ez nekem most miért jó, mint bizonyos emberek, akik így indítanak akár közösségeket is, hanem én érzem, hogy nekem ez jó, csinálom, én ebbe a történetbe, vagy máshol én ezt tudom belerakni, és működik. Tehát én is el tudnék képzelni. Mondd. És az a csodálatos nálatok, hogy mindig más. Más a téma, más az előadó. Hogyne. Nem ez a fanatizmus, ez a egyoldalúság. Igen. Hanem tényleg mindig van. Új, más virág, minden. Réten sok színes virág van, mindig egy új virágot lehet meg kibontani és megszagolni, és hogy az is szép. Aztán mag a kék színűt nézzük meg, holnap a pirosat, egyik gyönyörűségesebb, mint a másik, és nem arról szól, hogy csak a piros vagy a sárga. Fedezzük fel a többit, mert új az a rét, az a teljesség. Egy közösség olyan, mint amilyen kitalálja a képvisel. Ha a színes, ha szereti a megújulást, szereti az, hogy minden napi rendre kerüljön, akkor ott az meg is fog jelenni. Ha én mit tudom, én csak a durva dolgokat szeretném, akkor az fog bejönni. Én azt mondom, hogy én nem biztos, hogy ezt belennék jó, hanem talán meghallgatott mindenkit. Nyilván nekem hozzám is közel áll a régi dolgoknak a... De ettől még nem vesztettem el a fonalat, hogy a mai problémákról is lehessen beszélni. Hát ez tő normális, de van olyan, aki arról beszélne, hogy mi volt itt több millió éve, abban azért már itt a hely. Mert mindenre van lehetőség, tudod? Mindenre adunk lehetőség. Tehát olyan egy közösség, mint amilyen annak a létrehozója. Mindig azt tükrözi vissza. Hát a ocska műsor is azért ocska, mert az, aki az rendezi, annak nincsen rálátása. Hogyne. A család is olyan, mint a családfő. Hogyne. Úgyhogy... Hát a család az önmagában, tudja, de ezt már sokszor beszéljük mostanában, hogy család a legkisebb közösség, és ott van egyik legnagyobb probléma. Hát ott a legnagyobb probléma. Na de hiába mondja valaki, hogy de hogy oldunk meg majd ezeket a problémákat, mi a világban van. Hát és akkor az első kérdésem, hát a családod, a rendben van minden? Hát nincs, de hát az más. Azt tükröződik le. Ott a legnagyobbat bomlasztani a mai világ, hogy a családokat szét tudta rugdosni. Ott olyan hatása fejtett ki, de miért? Mert gyenge volt már. Hát ezelőtt, mit tudom én mennyi idővel, ez lehetetlen volt. Hát én még emlékszem a saját nagyszülőm idejében, hogy hát ez ott nagyon komoly ilyen összetartozás volt. Hát meg egy elemét kipöckölik, akkor már megy szét az ma egész. Nincs. Elég egy. És erről beszéltünk az elején, még ennek a kis videónak is az elején, hogy a gyerekek, mi lesz itt 5-10 év múlva, ha ez így halad? Mi lesz? Jó világ lesz itt. De nem az. Hát azért kell észbe kapni, csak kicsit minden másképp. Hát
Mi lesz ebből itt 10 év múlva? Hát rövid távon nagy gép az, de... Hát ha megöregszel, az, akit te hagytál, hogy úgy éljen, hát biztos, hogy nem a te gondozód lesz. Hát biztos, hogy igen. Azt fogja számolgatni, hogy... Nem, még hány nap? Jó, mert most már... Hát, hogy eléggé útba vagy. Hogy a Dili házban hány olyan idős ember van, aki csak azért került be, mert útba van. Hogy? Elképesztő történetek vannak, ez hogy ügyvédek, orvosok mit művelnek. Ez a lus energia, hát, amit tegnap hallottuk. Igen, hát igen. De ez most lecseng, ennek lesz vége. Úgyhogy ezt de kell. Csak akkor, hogyha mit teszünk érte. Tehát ez a... Ez a ezért mondom, hogy ez a leg... Mit tudom én, hogy ez a... Hogy, ezt elindítom. Ugye ezt csináld meg, hogy meglegyen az élet. Tehát ez nagyon jó hangzott. Én ezt még 2 éves, mikor hallottam, akkor azt mondtam, oké, hát ha van kerted, és mi van, ha te egy emeletes házban laksz, akkor mit kapálsz meg? A folyosót, vagy mi? Tehát ez nem egészen ilyen egyszerű. Én erre mondtam azt akkor is, és én 2 éves ezt mondtam meg. 3 éves is azt mondtam, hogy megcsinálni egy olyan, hogy termék közösség, az legalább 500 ember kell. Abból 50 ember csinálja a földet, a másik ezt, a harmadik azt, a maszt, és ez alakul ki. És lehet mondani, hogy nem csere, hanem mit tudom én, egy virtuális pénz, mindent lehet mondani. Azért én nekem, az én fejemben szerintem az őseinknek a Hunszkit a múltunkban adódóan ez a cserebere valahogy mégis jobb dolognak tűnt, és keményebb működött. Na most kicsit nagyobb területen, nem tudom, igen, ez nem volt hozzá nekik más, csak szándékuk. Na de hát azt tudta elcserélni, amilyen volt, és arra tudta elcserélni, amire szüksége volt. És nem versengtek abban az időben, hogy na akkor én is megtermelem, hogy ne tudja eladni, hanem én akkor erre, te erre. Hát ez a mai gondolkodásban, ez olyan bonyolult, ez baromira nem bonyolult. Nem versengtek, hanem kiegészítették egymást. Ott a szúrjuk be a ver. Igen. Tehát amint a pénz meg minden ilyen illúziót beleraktak, hogy itt a pénzért kell dolgozni, és nem azért, hogy egy közösséget ingyen a bőség, és az a valódi bőségbe tartani, hanem itt mindenféle egyéb szempontokat beledobva ebbe a mókuskerékbe, onnét ment is a levesbe, egyre lejjebb. És most ugye a bitcoin a legpusztítóbb minőségű pénz, tehát ezek a már papír sincs mögötte, nemhogy arany. Én nem tudom, és mert nem is, annyira még a gondolatomat csak köti le. Igen. Tehát nekem ez nyilvánvaló, ez az én hibám. De engem leköti, adsz egy láda ilyen dolgot, ránézek, akkor te itt van ez, cserélj el. Meg azt én is, hogy jó, azt nem. Most ez picibe, ez azt mondjuk, így, itt most így. Hoztak egy ilyet, ez így. Na, de ez nagyban miért nem jó? Hát ez nagyon miért nem jó? Jó, mert hogy hiányzik valami. Én tudom, hogy nem egyszerű, mert azért kivezették az embereket. Hát ezt már holnapra nem lehet egy kész dolgot adni. Hát mennyi kivezettek? De pont azért, ahogy mondjuk egy üvegbolt is meg kell tudni csinálni, az kell az analitikus tudás is. Ugyanúgy ezért érdemes, aki erre képes persze, lebontani mondjuk a pénztörténetén keresztül is, hogy a legpusztítóbb és leghatékonyabb pénz ez a virtuális, és ez egyre gyorsuló ütemben pusztítja a valós gazdaságot és a létezést és a teremtett világot, és ezért van, mint a Yin-Yang ábrában is, hogy ez egyre pusztuló, létező fehér sáv, az viszont most meg fog erősödni és átfordítja ezt. Úgyhogy ez elme szinten is, már ez értelem szintjén is le lehet ezt szépen, ha kicsit hátrébb lépve, szélesebb horizonttal figyeljük, mert ez is fontos, de nyilván mondom, nem kell ezt a végtelenségig elemezni ahhoz, hogy egy felettes lelki-szellemi minőségbe átlépve ezt elfelejtsük, és abba gondolkozzunk, hogy ha majd itt mit csináljuk, nem tudom, a bitcoint, meg a virtuális baromságot, akkor itt most kóbászból lesz a kerítés. Tehát ez felejtős kuka az egész. És nagyon érdekes, ha megnézzük a nagy korszakokat, hogy a fenében lehet az, hogy a vaskor, a legsötétebb kor után, hogy a hagyományban az van, hogy az aranykor. Hogy lehet ez? Ha valaki ezt így átgondolja. Hát pont azért, mert amikor lent vagyunk a disznó, a legsötét, legmélyén a létezés legalsó erkölcsi, szellemi szintjén, akkor jön az, hogy eddig és nem tovább. És onnittól elengedjük, mert látjuk, hogy csinálhatunk aranypénzt, bitcoin,
bitcoin, papírpénz, mind vitte a közösséget a levesbe, tök mindegy, hogy ki meg hogyan csinálta ezt, de ha átlátjuk, hogy elme szinten is, hogy ez miért kártékony, akkor el tudjuk engedni, és nem ahhoz, hogy én egy közösségbe beletegyem a saját minőségemet és tudásomat, azt nem azért fogom megcsinálni, mert hogy én bitcoinért vagy a más zsebébe kotorázva akarok egy jó közösséget megélni, hanem csak úgy, mert nekem ez így szép és jó és igaz és gyönyörű. És fogalmam sincs, hogy én amit én belerakok, nem is érdekel, hogy én azért holnap mit kapok, de tudom, hogyha még van 10-20-100-500 ember, akkor minél több, annál jobban kivirágzik a bőség, mert ő ebbe jó, ő sárga pipacs, vagy piros pipacsba jó, ő ebbe az ilyen színű virágot bontja ki a kis maga világvirág, ugye maga lélek minőségét, és minél többen rakják bele, akkor úgy is tudom, ha valamire nekem szükségem lesz, egy ingre, egy cipőre, egy fazékra, akkor majd lesz. És nem tudom, hogy ki fogja megcsinálni, nem is érne, de lesz. És hogyha ezt így tudom biztosan, akkor és belerakom önzetlenül, és csak azért, mert nekem ez így igaz és szép, mint hogy te a lakásodat azért adod oda meg az Edita házat, hogy neked ez így jó, és nem azért, mert hogy nem tudom, hülyére keresed magad, és holnap után se szigetre már befizetés, és mekkorát kaszáltál ezen, hanem így, neked lelki gyönyörűség. Kimegyek két hétre jávába. Így van. Tehát nem. És na most mondom, hogy szegény vagy. És pont ez a lényeg, hogyha eddig most a disznók vájújánál borzalmak, amik jönnek, meg vannak, és fognak is még történni, ezt látjuk, és azt mondjuk, hogy aki még ott lesz, hogy eddig és nem tovább, akkor fog működni. És olyan gyorsan, mint egy exponenciális függvény, így fog a bőség kivirágozni ennek a nyomán. De hiszed, Attila, hogy aki abba utazik, hogy hú, hogy most hol vagyok, hogy meg hol lesz, de hiszed, hogy az nem egy tartós kör, amelyik itt ülne? Hát ez az mert az nem ez érdekli. Nem, hát pontosan nem. Az az, hogy abban a világban bele van állva, és neki azt hozni kell. Igaz, hogy mit tudom én már x éves, és már 50-szer volt ott, de nem azért, mert érti a helyet, hanem azért, mert az egy elvárás, hogy oda el kell mennem, és akkor mint egy ilyen protokollot megjelenek, és akkor ott vagyok, és akkor kipipálom, hogy most voltam 56-szor is. Igen, de lehetőség... De ez a kör nem jelenik meg egy olyan helyen, ahol de esetleg feszegetnek valami más dolgot. A YouTube neki is földobja azt. Meg se nézi. Nem baj. Őnek is más irányból megvan adva, hogy elment a Lourdesba, vagy akárhova, vagy jó emberek közé egy gulyáspartira, vagy és elindulhat ez a folyamat. Aztán, hogy ahogy Jézus mondta, disznók közé ne szórd a gyöngyöket, ha úgy dönt, mert szabad akarata, hogy őt ez nem érdekli, ez nem az ő minősége, akkor ő megy abba a széles úton, ahova való. És hát nekünk, ezt ő mondta, ez jó mondás. És nekünk nem az a dolgunk, hogy a disznók elé szórjuk a gyöngyeinket, mert mit mondod, hogy mert meg is taposnak. Tehát rád lépnek is a gyöngyeiddel együtt széttaposnak. Ha ő arra megy, lehetőséget kisugároztuk, megkapta, tud róla, és az internet, ha belegondolunk, pont erről szól meg a mai technika, hogy senki most nem mondhatja el azt, hogy bocsi, én erről nem tudtam, hogy a szomszédom milyen jó ember, vagy itt ez történik, ott az történik, mert mindenki azt mondja, én se szigetre akarok menni. Döntöttél? Így döntöttél? Hát akkor te a rostán erre fogsz most kerülni. Aki meg másképpen dönt, és minket nem az érdekel, kell érdekelni, hogy hány ember megy majd a széles úton a levesbe. Nyilván nem egy örömteli azt nézni, meg megterhelő is, nem is kicsit. Kilépsz az utcára, látod a zombikat, hanem azzal kell foglalkozni, hogy amit képviselsz, mondjuk, mint a Jézus a hegyen, azt csináld, jó csináld, azt a létörömöt éld meg, és akkor fognak jönni, és minél jobban csinálod, annál több embert vonzol át a másik oldalról, és nyilván be kell látni, hogy mi is valamilyen szinten vagyunk, ennyire tellett, hogy most egy ember tudtam ebbe becsatolni, vagy százat, vagy ezret, nem is tudom, nem is kell, hogy számolgassam, én teszem, és mindenki tegye a dolgát, és hogyha ezt a lelki minőséget örömmel megéled, amit te is csinálsz, amiben te tudsz lépni, akkor megtetted, amiért te ide leszülettél.
Nyilván van, akinek egy talentum adatik, van, akinek három, van, akinek tíz. Nem azt kell számolni, hogy ja Istenem, én nekem 30 négyzetméterem van, és nem tudok itt tizen, és akkor semmi. De benned is ott az a lélekminőség. Egy talentum neked is van. Akkor nem, ő is el tud, mert olyan helyre, ahol így van, ő a 30 négyzetméterjét képviselve, ő megjelenik. És oda tudja vinni a kis mosolyát, az üveg lekvárját, tök igen, mindegy miért, de neki is van, ő benne igen, is van érték, és nem mondhatja azt, hogy hát nincsen, nem tudom én, palotám, hogy csináljak egy jordi házat. Sok esetben a 30 négyzetméteresnek is csinálod direkt, hogy legyen az ott életében is más is, mint a 30 négyzetméteren gondolkozzon. Ott is elfér ötemben. Nem a 30 négyzetméteren gondolkodtatom itt, hanem arról, ami nem négyzetméter függő, hanem szándék függő. Hanem azt élje meg, amit ő kapott, azt az egy talentumát, és nem azt kell nézni, hogy ó, bezzeg nekem 10 adatot, és ó, te csak egy talentum, hanem te rád is szükség van, örülünk neked, és élje meg, és ugye, ahogy Jézus is, nem azt mondta, hogy hát te csak egy ócska, nem tudom én, halász vagy szövőnő, meg izé, nem. Amíg a prostit is felemeltem, mielőtt meg akarták kövezni, vagy mit, és mondta, hogy ne tedd többet is, jár velem. Tehát ez így működik, hogy nem még egy követ kell meg pupot a hátára rakni, meg megalázni, hogy te ilyen vagy, és ó, én mekkora ász vagyok. Nem. Fölemelni, segíteni. Ha egy talentuma van, nagyon jó, kell, szükség van rá, és te is értékes vagy. És ha ezt érzi, aki ide belép, vagy egy közösségbe, hogy a te mosod is kell ebbe a csapatba, hát az a lényeg. Akkor ez a lényeg. Is jó jár, ezt meg minden mi héten is. Újra kell termelni. Igen. Minden héten újra kell élni. Annak is, aki csinálja, és annak is, igen, akivel csinálja. Mert egy közösség... Ha ez nem működik, akkor ezt már abba lehet hagyni. Igen. Mert egy közösségben egyik ezt tudja belerakni, a másik azt, a harmadik meg amazt. De ez pont arról szól, hogy mindre szükség van. Az egy talentumra is, meg a tízre is. Na, ez jó, hogy beszéltünk. Igen. Jó? Köszönöm nektek. Köszönjük.